Szeretettel üdvözlök mindenkit a Fallout 4 következő epizódjában. Meg is mutatom, hogy közben mit csináltam, mert hogy esténként azért egy kicsit tettem a játékba. Megcsináltam azokat a menedékeket, amiket útközben az elmúlt 3-4 epizódban szerintem felszabadítottunk, vagy inkább úgy mondanám, hogy a polgárőrséghez csatoltunk hozzá. Azokat helyrehoztam, hogy ne legyen abból baj, hogy ott vannak hagyva teljesen üresen, téblábolnak csupán. És az egyik ilyen mellett, ami itt van lent a déli irányban, a Jamaica síkságnál, állítólag itt van fent valami hulla. Itt mentettem el tegnap éjjel a játékot, meg kell nézni, hogy mi ez, mert hogy van nála egy polgármesteri jelszó, meg egy holosszalag, amit azért csak meg kellene hallgatni, nem? Így is van. Szeretettel üdvözlöm a kedves vodnézőket, és remélem, hogy jól vagytok, meg hogy követitek itt az eseményeket ebben a játékban. Most nagyon sokan nézik is egyébként ezt a játékot. Amikor a kategóriát váltottam, azt írta a Twitch, hogy 20, mi, mennyi? 13.800 ember? Meg hát ti, még akik itt vagytok ma este, most már 14.000 biztos, hogy van, akik nézik ezt a gémet. Cell, holosszalagja? Ezt hallgassuk meg. Fenébe is haszontalan rohadékok, abban a pillanatban szétfutottak, hogy meglátták az első vadgúrjukat. Hónapokat töltöttem ennek az akciónak az előkészítésével. Kizártalok, hogy most kihátrálok belőle, mondja Cell. A kincs az enyém lesz, még hogyha a saját kezemmel is kell kiásnom. Ezek szerint van egy kincs valahol. És akkor megvan a jelszava. De honnan tudnánk, hogy a kincs az merre van? Néz ki, hogy belehalt ebbe a próbálkozásába. Agygombákat lehet innen gyűjteni. Fogalmam nincs, hogy mire gondolt. Itt van mappa, de nincs gép. És a jelszavát hova kell használnod? A gúlokat elintézte, de ő is meghalt végül. Ma délután azt figyeltem, még az első két rész ekkörül nézik. Komoly. De nagyon jól teszik, mert ez a franchise tök megérdemli, hogy nézzék az emberek, meg foglalkozzanak vele, játszanak vele. Mindenféleképpen én is csak ajánlani tudnám. Mindjárt rámegyünk ide. Lehet, hogy ez az a PC, ami kell nekem. Nézzük. Polgármesteri terminál. Jelszó megvan. Kincsek, kiállítás, beszéd. Barátok, szomszédok és nagyra becsült vendégek, azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük jamaicai síkság kincseit. Bár a miénk kis közösség, gazdag a történelmünk. Gazdag a kultúránk, az emlékezetünk. Ezekért az emlékezetekért, ezeket a kincseket a földnek adjuk, hogy a jövő generációi visszanézhessenek, emlékezhessenek, hol álltunk és milyen messzire jutottunk. Oké. Költségvetés kimutatása, bevételek, több száz millió dollár, engedélyek, jövedelemadók, ingatlanadók, stb. Kiadások. Hát, ja, több a kiadás. 12 millió dollárral egészen pontosan. Szép vezérlés. Itt van? Oké, de akkor a kincseket, amiket ezek szerint itt Jamaicában elástak valahol. Ez itt éppen már ki lett lootolva, múltkor úgy lett, amikor erre jártunk. Ezeket a kincseket vajon merre találhatnánk meg? A laksor? Lehet, hogy ez... Na, milyen szerencse, nem? Ezt amúgy nem néztem meg előre, nem tudtam. Itt, amikor megláttam, hogy itt van egy holosszalag, akkor mentettem, és azt mondtam, hogy akkor folytassuk innen majd élőben a játékot, hogy ne menjen előre semmilyen sztori. Vagy ez nem az a hely, ahol voltunk már bent, amikor ilyen... Szerintem ez lehet, hogy az lesz. De szerintem itt én már jártam, viszont az a rengeteg száloptika, amit innen lehetett felvenni, az iszonyat nagyot megy, úgyhogy igyekezzünk leszerelni ezeket még egyszer. Nyomogatjuk a gombokat itt jobbról, balról. Ritka a száloptika a játékban, és ez itt egy ilyen full elcseszés volt a részemről. Na, azonnal belementem valahol. Jaj. És hogyha az azonosító... De nincs is nálunk? Nem lehet, hogy ezt a kártyát ezt kiraktam valahová? Vagy itt ezt a gombot, hogyha megnyomod. Ott van egy protektron. Én szerintem jártunk itt a múltkor, de akkor ezeket a kincseket... Kincsek hozzáférési terminál. Aha, és kinyitottuk az ajtót, és a protektronok meg itt nyomulnak. És hogyha ezt meghekkelnénk, és felrobbantanánk... Nem, itt csak aktiválni lehetne őket, de miért aktiválnám? Ez csak az ajtónyitó gomb. Ja, szóval emlékszünk rá, hogy itt a múlt kincsei, hát túlzottan azért nem
nem mondanám, hogy nagy kincsek maradtak itt fenn, ilyen bébóz, meg ilyenek voltak. Szóval itt a holosszalagokat lehet lejátszani, és szerintem a mit volt bent, azt felvettük. Aj, azt hittem már, hogy itt tényleg valami nagy kincs lesz. Csontvágó és vegyészüveg, nagyító, a múlt kincsei. Hihetetlen. Bajnoksági tekebábú. Hát ezt nem néztük, menjünk innen. Szevasz groteszk, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét kívánok neked. Csavarkulcsok, mondjuk jól jöhetnek, meg a szikszalag. Ipari oldószer, ezek még mindig értékes cuccoknak számítanak. Főleg most, hogy elkezdtük feltápolni ezeket a settlementeket, amikre Preston Garvey gyakorlatilag így teljesen véres szájjal esténként élvez. Mi? Nem, úgy értettem, hogy élvezi azt, hogy küldetéseket ad nekünk, hogy oldjuk meg ezen területek problémáit. Hogyan lehetne visszakapcsolni ezt? Várjál, lehet, hogyha megnyom ezt a gombot, akkor visszakapcsol? Ó, na hát, ez tök jó, és akkor megint lehet egy csomó szállat. Dogmit? Dogmit, te most szerintem menj oda, jó? Gyere ide! Ne, bezárja! Istenem! És most ki tudok innen menni? Jó, hogy van itt egy lyuk a falon. Hát ez... Kabaré ez a kutya. Na figyelj, te most itt maradsz egy kicsit, jó? Maradj! Dogbit! Maradj! Most maradj! Most egy kicsit lehet, hogy összezavartam. De nem baj, megoldjuk. Na, az a rengeteg szálloptika. Akkor sem hagyom itt, hogyha az életem múlik rajta. Itt is van egy karbantartó, igen, ezt elolvastuk, robbanó sugár társasjáték, úgy emlékszem, hogy ebben van valami fontos. Földi kutya húsok azok nem kellnek, gondolom, hogy ez a karbantartó fickó, aki itt rekedt, miután beütött ugye a baj, nem sok mindent tudott már kajálni, csak a... Ott maradt a kutya? Akkor lehet megkezdeni. Igen, ez csak egy időkapszula volt, bizony. Itt hagynátok a szálloptikákat? Mennyire vagytok ilyen ritka dolog begyűjtők amúgy? Tudjátok, hogy mivel szeretnék majd játszani a taktikai vonalban? A Mutant Year Zero-val. Az nekem nagyon-nagyon régóta nagy álmom az a játék, mert nagyon tetszik a grafikája, meg hogy körökre osztott harcok vannak benne, és hogy ugye lehet RPG szinten emelni ott a karaktereknek a fegyverzetét, páncélzatát és képességeit is. Nagyon-nagyon érdekel az a játék, de akár mikor kezdtem bele a múltban, valahogy mindig úgy alakult, hogy az is nagy kedvenced volt. Tehát nem csodálkozom ezen, de képzeld el, hogy én mindig úgy jártam, hogy egy idő után azok az enemik, amikkel küzdenem lehetett volna, azok mind eltűntek. Mert úgy gondolom, hogy levertem kb. Mindenkit, és akkor onnantól kezdve volt egy hatalmas nagy gap, hogy... Tehát, hogy egy ilyen szintbéli, felszerelésbéli rés köztem és az ellenségek között. És onnantól kezdve minden stealthben kellett bejárnom. És nem tudom már, hogy csináltam, de így a játéknak ez volt kb. Az első néhány órája után. És szerintem elmentem stealthben már ilyen midgame cuccokig, olyan dolgokat is megcsinálva, amiket full nem kellett volna szerintem még. És hát... Megvan az összes, nagy király vagyok. És szerintem azt ott nagyon elrontottam. Vagy valamire nem jöttem rá, hogy mit kellett majd csinálni. Az a játék nagyon jó, akkor szerinted is nagyon király. Jól van, hát akkor legalább lesz, aki nézze majd. Szóval én emiatt nem tudtam ezt sosem így végigjátszani még. Ezért gondoltam, hogy majd, hogyha streamben csinálom, akkor ti majd biztos mondjátok, hogy várjál, ne aggódj, mert ott van egy kis csel, hogy amúgy úgy néz ki, hogy nem tudod megcsinálni, de amúgy, hogyha belekezdesz, akkor majd kiderül, hogy mégis erre kell menned tovább. Mert ugye ott többféle irányban is lehetett mászkálni, meg ilyenek, szóval nagyon furi volt ott egy idő után már a game. Dax, igen, tényleg a kacsa volt a főszereplő. Azt tök királyunk kitalálták, hogy ott az állatok így elkezdenek antropomorfizálni. Hát félig ilyen emberi tulajdonságokat bírnak, ugye? Tehát mindenféle emberi tulajdonságokkal is Dogmit talált valamit. Képesek beszélni, meg ilyenek. Mit találtál, Dogmit? De nincs itt semmi, kis haver. Na mindegy, megtaláltuk ezt a helyet, meg is csináltuk a jamaikai síkság. Ez pedig egy olyan táborhely, amit én építettem ide magamnak. Hát alaposan elkerítettem, látod? Tehát ide kívülről raiderek, osztogatók, egyebek, az ugyanaz, azok nem tudnak bemenni.
ez az egyetlen bejárat ennek a helynek. Ez egy nagyon jól elrejtett ajtó, mint láthatjátok. Senki nem tudja, hogy itt van. Csodálatos kerteket hoztam létre itt belül. Ide fent, ha megnézzük itt a lépcsőn felmenve, azonnal ott van a kemény védelem. A nem szarral gurító védelem. Bár innen szerintem fel tudnak gyalogolni, de ki az a hülye, aki neki sétál egy ilyennek, nem? Biztos, hogy nem fognak neki sétálni. Van itt rendesen víz, van itt rendesen minden. Van itt néhány telepes is már, ahogy látom. Házakat is tettem ide be nekik, nézd meg, egy önálló ház, brutális ágyakkal benne. Te kisebb ház, ott is ágyak vannak, ott lekerítettem szintén. Senki nem tud ide bejönni, mert mindenhová kerítést raktam, még ide is, látod? Na, hát ez egy ilyen... Mondjuk ez nem tudom, hogy ez a hulla mit csinál itt, de... Senki nem jöhet be, az a lényeg. Szerintem tökéletesen meg vannak védve, és akkor mostantól kezdve ez a hely, ez fullos. Viszont volt itt lentebb, ugye küldetésünk, a Somerville földterületet is helyrehoztam. 95-ös menedékig lementünk, és Kate-et kigyógyítottuk a problémájából. Viszont nézd csak, találd meg Virgilt a ragyogó tengerben. Ez azt jelenti, hogy elmentünk a főküldetés mellett, mert itt jöttünk le, és itt lett volna a főküldetés vonala rögtön. A 88-as menedékre mondtátok, hogy az egy DLC. Az egyetemi megálló itt mondjuk mögöttem van. Arra még ránézhetnénk esetleg, mielőtt rámegyünk a főküldetésre. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ott a főküldivel, meg lehet, hogy akkor kellene haladni, amikor majd talán egy bő hét múlva most már megérkezik a mondjátok már, hogy micsoda. Ebbe az irányba kell menni. A Next Gen patch a játékhoz. Fegyvert eltenni és mehetünk is. Itt mi van? Ú, a kemény Radixek. Ki tudja, hogy mit jelent a Radix? Ma is tanulunk valamit. Latinul. Annyit segítek, hogy a növény egyik részét nevezik így. A növények részeit, általánosságban egy részét a növénynek. Ki tudja, hogy mi lehet az? 10 pontot kaphat Emhajnaltól. De Frankón! Emhajnal itt vagy még esetleg? Micsoda oroszlán? Megint csinálj nekem itt a melót. Igen, én nagyon könnyen verem más péniszével a csalánt. Senki nem tudja, hogy mi a Radix. Na. Hát ennyi. Az a gyökérzet. A gyökérzet. Növényi részek latinul. Na jó, és ki tudja, hogy mi a... egyetemi megálló. Itt van egy bank, ahol úgy néz ki, hogy be is mehetünk. Mit jelentett az, hogy egyetemi megálló? Megálló. 88-as menedék. Itt van a DLC. Tehát ez egy station? Itt megállt valami régen? Vagy lehet, hogy ez egy kampusz akart volna lenni, csak rosszul van fordítva? Enemy. Nézd, itt van egy jel. Ez nem a vasút. Szerintem ez könnyen lehet, hogy ez egy másik frakciónak a... Lehet, hogy az intézet jele? Hú, haver, lehet, hogy rohadtul nem kéne itt lennem. Kereső szintek, nem érzékelnek enemit? Megcsináltam ezt a fegyvert, ami duplán lő. Egyetemi pont, Sedgwick terem. Nem, szerintem nekem nem lenne szabad még itt lennem, ez később kellene ezt a helyet felfedezni talán. Ott van egy kocsma, egy egyetemi kocsma. Itt van víztisztító. Ő. Segélyfrekvencia észlelve. Milyen segélyfrekvencia? Ott egy szint. Legendás! Azt hiszem az megvan, de odafent is vannak. Milyen durván szort, mi? Fürge automata rohampuska. 75%-a gyorsabb mozgás célzás közben. Ez egészen vicces. 1000 skúlom még van. Military checkpointot írt, 602 az értéke. Elvisszük magunkkal. Erős szint cuccok. Aha, safe house is van ott a checkpointon, hogyha jól hallom.
víz és muníció. Hát általában ezek nem úgy szoktak történni talán, ahogy ezek mondják. Azt a mindenit, mit ki nem bír a támadó szint. Wow. Hadd szóljon. Vagy benne biztos, hogy jó. Erre lövöldözök. Miért van ez ennyire szupermodell tápolva? Szerintem nekem nem itt kellene lennem. Szerintem bejöttem egy helyre, ahol én nem vagyok szívesen látott. És a szintek meg itt nyomulnak. Na jó, elhasználtunk jó pár skúlót, azért köpi rendesen kifelé magában ez a fegyver, kisebben, amikre majd szívesebben használom. Egyébként eredetiben University Point, halapos vagy találsz egy legendás fegyver, tényleg. Az, jó, ez a fegyver azért egy kicsit más kaliber. Emergency handbookban vannak benne a koordináták. Szava Spectral, mi a helyzet, hogy vagy? Szóval akkor ez... Itt most körbejárkálhatok, azt mondod? Hé, hey, de hiszen ez a City. 88-as, köszönöm szépen a követést, üdít nálunk, jó estét. Szövetségi fabábuk és egyebek. Legendás fegyverek kiforgatása ruhás szekrényekből. Legendás fegyver. Ott az nem sikerült ez az ugrás, azt senki nem látta. Ezt most megkísérlem még egyszer. Hogy, de miért nem ugrik? Értem én, hogy alsó szint, de mi hajtsa? Tehát itt az ugrás gombot használ... Ja, hogy nem tudsz ugrani? Miért nem tudsz itt ugrani? Nem engedi, hogy ugorj. Hát így nem lehet ugrani. Hiszen ez a Dragu 80 Hun. Nem is gondoltam volna sosem, hogy egyszer te is beköveted majd a csatornát. Szervusz, üdvözöllek. Hullámcsatok és pattintós szikszalagok. Kék ütős isak terpentin. Uha. Ezek öltönyök? Azt hittem már, hogy zsák szar. Nincs az ákvás, csak ismétlődő események vannak ide. Oké, akkor ez nem olyan hely, ahova nem mehetek be, hanem ezt érdemes felfedeznem, jó? Voltak ma este, tegnap pihentem, valamit hosszú lesz ez a hét. Ajjajaj, hát igen, azt mondtad, ugye ez a körülmények forgatagában. De az jó, hogyha tudsz egy kicsit pihenni. De figyelj, én akkor nem is mondanám, hogy maradj itt, hanem akkor szerintem pihenj. Próbálj pihenni, amennyit csak tudsz ma este is. Nem, mint hogyha el akarnálak küldeni, vagy ilyesmi. Túl vagy terhelve, emiatt Dogmitnek kell átadnod mindenedet. Dogmit, hol vagy, amikor szükség van rád? Oh, belülről jött ki. Jó, oké, szerintem megtalálta a körbevezető utat. ...58 acél. Hát használtam egy-kettő dolgot a settlementek helyre rakására, még fa is van nálam. Minden menjen ki szépen, úgy. Lézer alap kondenzátor. Ezt akár el is lehetne dobni, de mindegy. Volt egy fegyver, amit most vettem fel, a fürge automata rohampuska, így van. Dogmit nem bír többet cipelni, haver, én se. Tiszta durva, nem baj, vigyük akkor. Nézzünk körül. Most újra fontos lett a looting, minek utána észrevettem, hogy hát vészesen fogyatkozunk a fejlesztések meg mindennek kapcsán. Az mondjuk tök jó, hogy itt van 44-es lőszer, az mondjuk tök jó, hogy az építkezéssel egyébként azért csináltam, hogy a settlementeket éjszakánként helyre raktam, mert XP-t kapsz ugye, hogyha ezeket helyre teszed, tehát így építesz, akkor még kapsz 3-4 XP-t, és hogyha sok mindent építesz, már pedig sok mindent építettem, léptem vagy másfél szintet, úgyhogy 2 darab XP, és hogy skill pontot is el tudtam osztani végül. De majd megmutatom, hogy mire raktam rá, szerintem kb. A szétplacsanás damage-ére, meg a nem automata puskák damage-ére, ami ez az armor törő. Szerintem azért is vertünk az előbb a szintbe akkorát, mert valószínűleg ignoráltuk a... Na hát itt van koszos víz, de jó. Ignoráltuk a páncélzat egy jó részét. Ó, az egy Deathclaw. Hát. Ha van idiót, savant. Ja, az a izé, amikor idióta vagy. Hol van? Ott van. Halálkarom mátriárka. Ez nagyon szép damage volt bele. Víz? Na most ütött be a szétplacsanás.
ez az első alkalom szerintem, hogy látjuk történni azt a skillt. Hogy lehet, hogy ilyen nagyokat lőttünk bele? Megéri erre a gun damage-re rámenni, esküszöm. Jó, menjünk vissza akkor az értelmet, csak ezt meg akartam nézni. Értelmes lootot nem adott, de XP-t biztosan adott. Erre. Település, toborzó, rádiójeladó. Meg gondolom, hogy ezek a jamaikaiak itt a közelben. És innen fentről láttunk valakit lövöldözni. Akkor minden bizonnyal be kéne mennem a Sedgwick terembe. Nézzük meg. Kár, hogy nem Kutya Rúzs. Hogy Dogmeat a neve és Kutya Rúzsnak kellene lennie? Kár, hogy nem lehet átnevezni. Na nézzük, mit csináltak itt? Ez itt a Hardware nevű hely. Volt egy pár száz évig, hogy átrendezkedjenek benne, nem? A telefont még elviszem, meg a Luxobrút. Diák feljegyzések. Nézzük már is. Hallgatói adatjegyzék 2077-78. Beiratkozott hallgatók. Még a végén kiderül, hogy ide jártunk. Sérült fájl. Hát itt gyakorlatilag ezeket hiába nézzük. Beiratkozott végzősök. Na. Esküszöm, hogy jól nyomom. És itt van mindenki jelenleg GPA-val. GPA-nzat tanulói átlag. Nem hiszem, hogy nekem ebből bármi értelmes kijön. Ha csak nem a hallgatói adatok jegyzékéből. Fájlok kikérése adatbázisból, nincs adatbázis, megszűnt a központi szerver. Azt hittem, hogy itt majd sztori lesz, de nem. Az idióta tudós. Amikor minél alacsonyabb az intelligenciád, annál több XP-t szerzel szerencsés módokon. Nagyon nehéz kinyitás következik. Majdnem, már én már éreztem, hogy ott van az a pont. Ti is éreztétek? Ez az. 25 XP a nyitásból. Ezt tudnám meg háromszorozni. Szakértői széfnyitás következik. Gondolom, hogy a széfnyitást lehetne itt a PC-n keresztül intézni, hogyha feltörnénk. De így most maximalizáljuk az XP felvető mennyiségét. Azzal, hogy mindent feltörünk inkább ezek helyett. Aranyozott pattintós gyújtóban van olaj, úgyhogy azt nem hagyjuk ott. A DK-n terminálja. Azt mondja, hogy H. Mitchell Campbell professzorról. Azt mondta, hogy lépjek kapcsolatba önnel, hogyha úgy látom, hogy Campbell professzor valami furcsát tesz. Szinte minden este elmegy a diákitál szövetkezetbe, ez pedig kissé fura. Továbbá láttam őt, és Leslie Matthews-t lemenni ott a szombaton, miközben kosárlabda edzésemre mentem. Nem ő az egyik végzős diákja, és Sandra azt mondta, hogy megkérdezte a diák nyilvántartót, hogy megtudja, mikor van Leslie születésnapja, az meg minek neki? Találkozhatnánk megbeszélni ezt az akadémiai próbaidőt, Henry Mitchell. Besúgások, nem tudom elérni az ezredest, mondja Dee Parker. Peterson dékán úr, sajnálom, de nem tudtam Rosemont ezredes telefonon elérni önnek. Órákon keresztül átirányították a hívásomat, aztán mire sikerült elérnem őt, hogy kapcsolni tudjam önt, csak azt mondta, hogy időt takarítunk meg mindkettőnk számára, hogy megerősítsem, nincs engedélye a projekt hozzáféréshez. Majd lerakta a telefon, próbáltam visszahívni, azt mondták, hogy nem fogad több hívást, így ha beszélni akar vele, akkor el kell menni hozzá a bázisra. Ezek szinte katonaság, valamit itt intézett a kampuszon? Nincs rá engedélye. Sajnálom, Ellen, de ez már biztos. Ahogy a jogi osztály valószínűleg elmondta neked, a katonaság kezd kicsi ideges lenni, amiatt, hogy megpróbált kifúrni őket a szerződésből. És nem mondhatom meg, hogy hol van a labor, vagy hogy mi a kutatásom tárgya, ugyanis nincs rá engedélyed, hogy megtudd. A témát Rosemont ezredessel kell megbeszélned, miért teszed ezt az egészet személyes ügyé? Az egyetem rengeteg pénzt kap miatt, a kutatás előbb-utóbb már nem lesz titkos, szóval még többet hoz a számodra. Mit kutatnak? Építkezés az adminisztráció alatt. Peterson dékán úr tudja pontosan, hogy mit épít a hadsereg az adminisztrációs épület alatt? Szörnyű zajt csapnak azokkal a légkalapáncsokkal. Azt mondták, hogy beszéljek Campbell professzorral a bővebb részletekért, de ő meg azt mondta, hogy titkos. Megkérdeztem, hogy engedélyezte ön ezt, erre azt mondta, hogy nézze meg a szerződését. Jogi osztály megtette, azt mondták, hogy kicsi szürke zóna az a dolog, amit az ő ügyvédje tett bele a tárgyalások alatt. Továbbá azt is mondták, hogy ezt megpróbálták felhozni önnek, de aztán elment és aláírta. Remélem, hogy a kapott pénz miatt megéri ez az egész kavarodás, Teresa Robinson. Campbell a kutatásáról. Ellen, nincs kétségem afelől, hogy a valódi ok, amiért osztályvezetővé akarták kinevezni,
Vannak szerződéseim a privát szektorral. Fogad el a pénzt és engedd, hogy végezzem a kutatásomat. Biztos vagyok benne, hogy le tudsz fölözni némi pénzt új eredményjelző táblára vagy hasonló érdektelenségre. Ó, és biztos vagyok benne, hogy amikor visszaérsz a vakációdról és elolvasod ezt, rögtön leellenőrzöd és rájössz, hogy megvan a jogosultságom arra, hogy tárgyaljak és támogatást fogadjak el saját osztályom részére. Élvezd Mauit. Szóval annyit tudtunk meg innen, hogy építenek a katonaság a kampusz alá valami építményt. Kíváncsi leszek. Kettes szinten 5-5, 3-as már felesleges. Esélyt növeli alacsony az intelligencia, így is van zsinórban 3-7 proccol, nem semmi. Azt mondod, hogy rá kellene mennünk? Szerintem itt 10 lakik. Igen, tudtam, hogyha egyet moccanok, már ott lesz. Legendás. Istenem. Nem a páncélt, akkor inkább a karját lőjük krittel. Ez az. Az leesett az a kar. Szétveri a power armort. A szarból van ez. Nyomod dogmit. Hál' Istennek megvan. Vadász Western Revolver. Állatok ellen 50%-kal több damage. Amúgy alap damage a 83, az elég komoly. Ezt meg kéne nézni, hogy milyen lenne, hogyha, ha feltápolnánk. Gondolom, különböző targetekre különböző típusú fegyvereket kellene alkalmaznom. Ez csak egy fénylő verzió. 61 XP-t ad darabja. Hát sokba fog kerülni sajna a Power Armornak a helyrehozása. Ezek rendesen beköltöztek ide, nem mondom. Megint jött egy? Ah, csak a kis szarok! Mirelurk fókák! Dogmit, segíts! Ezeket eltalálni nem lehet. Mindjárt lesz még egy szintlépésünk amúgy. Akkor a dékán iroda az megvan. Megtaláltuk a Mirelurköket mögötte. Lehet, hogy arra felé ástak egyébként. Ez be van csapdázva. Egy feszültség kioldó volt benne. Mit akartak ott rejtegetni vajon? Vagy semmi, csak benézel és azonnal robban? Egy koponya. De szar lehet, érted? Bemész minden nap az egyetemre, dolgozol, tanulsz, vagy kutatsz, vagy ilyenek, aztán ott halsz meg, sosem mész haza. Jön az atomcsapás, ott állsz letolt seggel. Több száz hallgató, meg a professzorok. Ott is van egy Mirelurk, ugye? Nem, ez már halott szerencsére. A liftaknál az nem. Nem igazán akar működni. Itt pedig akkor semmi nem lesz. Állítólag egy legendás fegyvert is szerezhetnénk, na de hát azt senki nem tudja megmondani, hogy vajon hol? Itt akár még királynőt is el tudok képzelni, sajnos az a baj. Na hát nyilván nem töltöttem újra, mert ennyi eszem volt. De a 61 XP az nagyon jól jön. Amúgy nem is kell sok XP a szintlépéshez, csak keveset lehet szerezni. Vagy hát, hogy mondjam, nem, sokat lehet szerezni, hogyha mindenféle dolgot csinálsz. Csak hát játszani kell a játékkal, ugye folyamatosan magától nem fogja összeszedni az XP magát. Melyik játékban igen? Hát mondjuk gondolom, hogy vannak ilyen idle RPG-k. Sőt, lehet, hogy van is egy olyan játék, aminek ez a címe, nem tudom. Pay to win? Ja, lehet, hogy fizetős verzióban eredményesebbek volnánk, égett tankönyv nem kell. Itt én meg már jártam szerintem. Lehet, hogy pusztán ennyi volt ide bent. Annyira nehezen hiszem el. Ha jössz ide, akkor itt is van egy ajtó. Mit mondod, hogy mit csináltál az Institute-tal? És miért kell meghalnunk? Hol? Itt van lent. Előttünk van. Azt hiszem, hogy szarrá lőttük és rengeteg XP-t adott.
Némított nanofilament szint jobb láb. Ez még az is lehet, hogy jobb, mint ami rajtunk van. Erre kíváncsi lennék, hogyha megnézném. Az én jobb lábam... Ez a sprinter megnöveli viselő mozgási sebességét 10%-kal. Ja, szerintem az lehet az. A 10% mozgás, az kell. Az Abraxot elviszem magammal, az írógép is jöhet. Ventilátorban a mozgó alkatrészek biztos, hogy jók. A telefonban nem tudom, hogy mi van. Hát gondolom van benne biztosan izé műanyag is. Régi bakelit cuccok mi. Régi király. Ipari minőségű Abraxon, magas lombik. Szerintem ide fel kell jönni a második szintre. Van itt egy Radix is. Lehet rádiót hallgatni, hogyha valaki nagyban van. Szia, Fuma, mi a helyzet? Hogy vagy? Ez egy kosárlabda? Igen. Lehet, hogy azt akarják, hogy menjek át oda az írásvetítőhöz. Jaj, jó napot kívánok. Még jó, hogy lopakodom, nem? Azt a mindenit, na ezért kell lopakodni. Hogy a muníciónk, ez nekem nem annyira jó. Szerintem magasabb területen vagyok, mint kellene, hogy legyek. Ezek bárhonnan előjöhetnek most már, úgy látom, hogy oda be kell menni, azt ott ki kell nyitnunk. Sörétes lőszer. Tiszta furcsa, hogy sörétesből nem tudok értelmes fegyvert összerakni, nem? Aha. Más is volt itt, sajna. Szerintem erre kell a láncos mögé tovább menni. Szintvezető. Ajja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 j
Jó, hál' Istennek legalább ez megvan. Ebben nagyon sok lövedéket el kellett nyomni sajna. Kiegyenített erőteljes, automata, minden nem. Elkezdtem játszani 76-tal, nézem, és hozzá, hogy végig játszod. Na, akkor te most rendesen belevetetted magad ebbe, nem? És hogy érzed, milyen? Mesterlövész, 50 kaliberes mesterlövész. Ez lehet, hogy jobb, mint az én mesterlövészem. Elvisszük. Miért ne vinnénk el? Gondolom, hogy nem ez a legendás. Itt van zsákjegyzete, Steampack, koszos víz. Ezt el kéne olvasni. Sőt, van egy professzori terminál. Laboridő. Sokáig tartott, mire kitaláltam, mire célzott Leslie születésnapjával. Jó ötlet, de még nem randizunk olyan régóta. Meg kellett néznem a diákok listájában az irodában, nem mondja el neki. Amúgy pedig úgy hallottam, hogy Peterson dékánnak öreg diák vacsorája lesz a hétvégén, valószínűleg nem fogja zavarni vissza szombaton. Kavart az egyik hallgatóval a öreg professzor, mi? Leslie Matthews. Most elkaptalak te kígyó, azt hiszem, hogy nem fogom észrevenni, milyen gyakran látok a diákok hitelszövetkezetét. Gondolom, csak pusztán véletlen, hogy a végzős diákod, Miss Matthews, van mindig ott, amikor szükséged van valamire a széfedből. Azt hiszed, nem jut el hozzám, hogy te és ő órákra eltűntök a széfben. Ha nem mondtad el, mi volt az építkezés, miről szól a kutatásod, egyenesen a sajtóhoz és a rendőrséghez fordulok, mondja a dékán. Ember professzor, megértem a titkolózás sokait, uram, de nem gondolja, hogy több munkát végezhetnénk el, hogyha Leslie-nek és nekem hozzáférést adna. Hogy úgy is dolgozhassunk, hogyha ön nincs itt. Az a baleset már hetekkel ezelőtt volt, maga is azt mondta, hogy egy rossz biztosíték volt az oka. Leslie mondta, hogy tegnap is a nyomában járkált a dékán, így pedig egyre nehezebb elvégezni a munkát, hogyha folyton követi magát. Rose mondta ezredes, pedig úgy dönt, úgy tűnt, hogy eléggé komolyan gondolja, hogy minél előbb eredményeket akar a kutatásból. Isten verje meg Stuart, nem fogsz ebből kicsúszni. Ez Rose mondta ezredes, akitől a hozzáférés kellene kikérnem. Majdnem olyan kibírhatatlan, mint te. Amikor meglátogattam, azt mondta, hogy a kutatásod titkosítva van, aztán kivezettetett a bázisról. Azt hiszed, hogy annyira okos vagy, de tudom, hogy ez csak egy régi seregbéli haverod, aki kisegít ezzel. Nem mondta, hogy ne hidd, hogy nem fogok beszélni az ügyvédeinkkel. Mr. Campbell, először is nem adtam meg a jogot, hogy a keresztnevemen szólítson. Én vagyok itt a dékán, ezt meg kellene jegyeznie. Másodszor pedig mi ez a dolog, amit hallok, hogy maga meg a hadsereg tisztjei engedély nélküli építkezést folytatnak adminisztrációs épület alatt, miközben szabadságon vagyok. Teljességgel elfogadhatatlan. Meg fogja nekem magyarázni, hogy miről van szó és milyen kutatást végez.
Mr. Campbell tudomásomra jutott, hogy kapcsolatba lépett a hadsereggel a kutatását, illetve én vezetem ezt az egyetemet, jogom van ismerni, elbírálni minden kutatási programot. Tudom, hogy a kollégái nagyra tartják magát, illetve amikor a múlt évben idehoztuk, a szerződése garantálta a birtokba vételt, de ne akarja, hogy összetűzésbe kerüljünk emiatt. Ma délután szabadságra megyek, amikor 2 hét múlva visszatérek, elvárom, hogy teljes mértékben tájékoztasson a kutatásáról. Kutatási jegyzetek. Tényleg, Ellen, most már a terminálomban kutakodsz? Mondtam már neked, hogy a kutatásom titkosítva van, ne légy ennyire szállamas, félek, törődj magad dolgával. Szerbusz, Pataklól. Soha nem gondoltam volna, hogy valaki elolvassa ezeket a szövegeket. Hát, hogyha nem érdekel a lore, akkor biztos nem olvasod el. Tiszta király sztorik vannak minden helyen. Kicsit a jobban beleláthatsz ebbe a világba általa. Nem csak mész, aztán lősz, mint egy barom. Vákumcsöves áramkör tervezés, elemzés, fél éves vizsgára végzős osztály. Emlékeztetni kell Curtis, meg kellene tudnia, mikor van... nem, ez nem lényeges. Sérült fájl. Hát ez ennyi volt. Akkor gyakorlatilag, amíg az igazgató nem volt itthon, addig a professzor kapcsolatba lépett a hadsereggel, és elkezdtek valamit építeni az adminisztrációs épület alatt. Itt volt egy mini atombomba is. Nem semmi. Hát szerintem tök jó kis sztorik vannak szerte szét ebben a világban. A Skyrim az olyan, hogy az mondjuk egy kicsit HC, ott elolvasni a történeteket, de az sem sokkal különb, hogyha valaki nagyon bele akar mélyedni. Meg ha már, csinálok egy végigjátszást a játékból, ahol megnézzük a magyarítását is ennek a gémnek, amit Sunset Joy-ék csináltak, akkor hülyeség volna ezeket nem átnézni. Szerintem. Azt hiszem, hogy mindenki el van intézve most már talán. De még mindig nem találtuk meg, hogy hogyan juthatnánk le a föld alá. Márha egyáltalán le lehet. Azt hittem, hogy itt jó nyomon járok, de aztán kiderült a turpisság. Szerintem nem erre kell mennem. Várjál, volt egy jegyzet, ugye, amit nem olvastunk el. Azt nézzük csak meg. Hát, ha valamit elárul nekünk. Pont így voltam a sárkány, a Dragon Age-el. Nem elolvastam, érdekelt a világa. Hát az első játék az ott nagyon-nagyon király volt. 2 az már elég elcseszett lett sajna. Hol kellene megtalálni ezt? Várja, felszerelés, egyéb. És valami zsák volt, J betű? Igen. Isten, itt van az intézet, hallom, hogy odakint harcolnak. Apa, sikerült kitalálnom, hol az adat, de szerintem elkéstem vele, sajnálom. Hűha. Itt... miért van egy fal mögött egy másik fal? Múlti gyümölcsöt, hogyha vinnék, akkor lehet, hogy tudnék még valahova kaját elszórni, de... Kinyitottuk a láncos hajtót, ugye ez volt a láncos hajtó, és akkor itt mögötte... Lelőttünk valakit. Itt mehetsz ki. Hát szerintem sokkal nagyobb ez a terület, mint amennyit én észreveszek belőle. Amutfonal, biztosíték. Az egy az zseniális. Vákumcsöveket elvisszük hátha. Technikai dokumentumok sose jönnek szarul. Mosodsz. Ó, egy Tesla tudomány. Energia fegyverek 5%-kal több kritikus damage-et okoznak. Hál' Istennek! Na végre valami nagyon király dolgot találtunk. Tudtam én, hogy körbe kell jobban szaglászni. Mit szóltok ehhez, srácok? Ti is szeretitek az energia fegyvereket? Aha, és akkor itt lőttünk ki valakit. Ezt még nem lootoltuk ki, akkor... Ezek szerint itt sem voltam? Érdekes. Ez mi lehet vajon? Némi lőszer. Gerald terminálja. Ott egy fél órája fejeztem be a játékot, nekem elég volt a beszélgetésre, meghallgatni, megcsinálni a melléküdeket, nagyon frankó játék, és mellékirományokra nem számítani. Milyen kár? Eli. Ó, azonnal sikerült rátalálni. Felhasználói naplók. Nem tudom, mit tegyek. Josephine, nem tudom, mit tegyek. A lányunk talált valamit a romok között, valamiféle adatot. Egy ember jött a városba, aki azt mondja, hogy az intézettől jött.
Megfenyegette a polgármestert, a város fel van zúdulva, nem tudjuk, ez a férfi az igazat mondja, vagy nem, de veszélyesnek tűnik a pletykák, a városban talán még rosszabbak. Valaki megvádolta Jacqueline-t, hogy valójában egy szint. Azok az emberek, akik vele együtt nőttek fel, oda akarják dobni ennek az embernek, kidobni a városból, vagy még rosszabb. Büszke lehetnél, Jacques, azt szeretném mostantól, hogy így hívjam. Megtalálta a régi jegyzeteidet a levél reléről, heteken át könyörgött, hogy vigyem el az elöntött területre, amikor a lörkökre megyek vadászni, hogy megtalálja azokat az alkatrészeket, amire szüksége van. Biztosan megtalálta, amit kerestél, mert tényleg sikerült működésre bírni a levélrelét. Tudunk levelet küldeni egymásnak a város különböző részeiből. Nem tudom mondjuk, hogy miért nem megyünk oda személyesen és beszélünk úgy, de ez egyértelműen több, mint amiket én csináltam 14 évesen. Josephine. Már 3 éve, hogy meghaltál, és még minden egyes nap gondolok rád. Azt kívánom, bárcsak láthatnád, mennyire megnőtt Jacqueline. A múlt héten volt a 6. születésnapja, odaadtam neki a régi szerszámos ládádat, ahogy mindig is tervezted. Következő nap már azt kell tapasztalnom, hogy szétszerelte a boltban található dolgok felét. Annyira hasonlít most rád, nagyon hiányzol. Gerald, ez már akkor a... kicsit újabb üzenetek. Jacqueline, tarts benn, Gerald, nem mint polgármester, hanem mint barátod mondom ezt. Nem tudom, hogy a látogatónk tényleg az intézettől van-e vagy sem. Nem, de tudom, hogy hogy néz ki egy veszélyes ember, és nem akarok kockáztatni. Az embereink meg vannak ijedve. Bűnbakot keresnek. Úgy tűnik, hogy Jacqueline volt a forrás ennek a problémának, szóval próbáld meg rejtve tartani, még meg nem oldjuk ezt a dolgot. Hogyha a lányodnak tényleg megvan az az adat, akkor készen kell állnunk arra, hogy átadjuk, hogyha szükséges. M-Call kérdezi, hogy mit tett a lányod, és hát hányszor mondtam már, hogy a lányod fogja a végzetedet okozni. Százszor mondtam, hogy semmi jó nem származhat abból, hogy a háború előtti vackokkal ügyködünk. Hogyha az én lányom lenne, már évekkel ezelőtt értelmet vertem volna belé. Majdnem örülök annak, hogy Josephine nem él már, hogy lássa, milyen szörnyűségé vált a családja. Szégyeld magad, Gerald Spencer, hogyha a fiaimnak baja esik emiatt, akkor saját kezűleg foglak halálra verni. Tűnj el, amíg még lehet, írja Cooper. Gerald, tudod, hogy úgy szeretem Jacqueline-t, mint a saját unokám lenne. Összetörje a szívem, hogy ezt kell mondanom, de úgy gondolom, hogy mindkettőtöknek el kellene hagyni a várost. Csak meneküljetek, hagyjátok el a nemzetközösséget. Még elég fiatal vagy, hogy új életet kezd, Jacques pedig elég okos. Többet hallok, mint az emberek gondolnak, és nem hallok semmi jót, még hogyha ez a látogató egy csaló, és attól félek, hogy saját szomszédaink fordulnak ellened, Szilvia mondja. Szóval a kis csaj, egy kis 14 éves zseni szétszerelget mindent, édesanyja halott, és talált valamilyen adatot, ami miatt az intézet idejött, és... hát úgy tűnik, hogy itt már többen szóltak, hogy el kell tűnniük innen, mielőtt bajba keverednének. Hát gondolom a többiek is féltek amúgy. Fókuszált, maximalizált lézerpisztoly, Nuka-Cola. Barikád kulcsa? Gerald barikád kulcsa. Milyen barikád? Erre kíváncsi leszek. Szivaros doboz, telefon. Ez lehetne Gerald esetleg? Barikád kulcs. Milyen barikád az, amit kulcssal lehet zárni? Az rendesen felkelt, leverte a bal karomat rólam. Nem tudom, hogy ez a fegyver nyerő-e velük szemben, de működik. A balkarom teljesen tropára ment. Arra majd ki kell találni mindenképpen valamit gyorsan. Lehet, hogy vissza kell menni majd Sanctuary-be. Szóval most oda jutottunk vissza. Ahol az elején voltunk, ez akkor nem az az irány, ami nekünk kell. Ki kéne próbálni inkább pisztolyjelőket elintézni. Ez mi volt? Jól láttam? Ja nem, azt hittem, hogy technikai dokumentum. Ide be lehet menni? És igen. Gerard, aki elbarikádozta magát, én nem voltam még itt ezen a... Dehogy nem. Hát most, ezt most nem teljesen értem. Nem ez volt a láncos a másik oldalról? Nagyon keverem itt most már a szinteket össze-vissza. És itt meg már elintéztünk mindent. Na jó, fogalmam nincs. Az újság, az a magazin az nagyon értékes volt, és az meg is lett. Megtudtuk a helyről az információkat, amikre kíváncsiak voltunk. Legalábbis remélem, hogy mások is kíváncsiak, nem csak én.
és most ennyi lett volna az egész. És hogyha itt kimész, ez már a nemzetközösség. És ez mi? Hoppá, nyitott, nyitható ajtó. Hát ez sem, semmi sok. Kötszerolló. Nincs bent szép. Nem tudom, Iron Guard, te tudod esetleg, hogy van-e itt valami? Valaki leesett a liftaknába. Odafent semmi. Lehet, hogy ez annak a legendás fegyvernek a lokáció, hogy csak nem veszem észre. Jó, aknát azt ott hagyjuk. Jó, menjünk kifele szerintem. De akkor ne ott lent menjünk ki, hanem ott fent, ami oldalirányt nyílik. Ezt már kilútoltam, ugye? Igen. Azon az ajtón, ami ott van. Biztos, hogy megnéztem mindent. Ezt is megnéztük, ezt az irányt. Hát ez irattartó üres, úgyhogy gondolom igen. Olyan nehéz elhinni, hogy ez csak ennyi. Jó, még nem csak, mert egy csomó érdekesség volt itt a múltbéli üzenetváltások, meg utána mi történhetett. Tehát ez alatt a hely alatt, az adminisztrációs épület alatt van valami, amit a katonasság épített, oda biztos, hogy le lehet majd jutni. Meg a levél relé aktiválása. Ez már a háború után lehetett. Aktiváltak valami tornyot szerintem, és akkor tudnak egymással levelezni. Nekem a kettő is bejött, a három azt letöröltem a fenébe, eltöltöttem, az nem is létezik. Mármint a Dragon Age-ből. Miért? Mi a baj a három? Az Inquisition, nem? Pedig egyébként az még egészen normálisnak néz ki a kettővel szemben. Nézd a mocskot! Próbáljunk fejre lőni krittel. Szép! Kutya megy. Mellé lövi. Szép! De jó lenne, hogyha nem lőne ennyire szana széllyel. Fúziós cellák, szint, nano, vért és egyéb őrületek. A HP-m az nagyon-nagyon kutyamód le van esve, úgyhogy most nyomunk egy kettő steampackot. Azokat lehetne amúgy tápolni is. Arra is jó volt ez a hely, hogy egy csomó XP-t szerezzünk. Adminisztrációs épület. Hát ki tudja, hogy később melyik volt az, aként használva, ugye? Ez volt itt az egyik épület az egyetemnek. Akkor itt volt az egy, itt volt bent a dékán. És valamelyik épület alatt akkor van egy katonai valami lét... Ah, Szilvia holosszalagja. Most csak meg kellene hallgatni. Szilvia, nem érdekel, mit mond Bert. Az embereknek megvan a joguk ahhoz, hogy tudják, hogy milyen veszélyben vannak. A fiatalok lehet, hogy azt hiszik, hogy az intézet csak egy szellemtörténet, de tudom, hogy elég idős vagy ahhoz, hogy emlékezz a támadásokra. Tudom, hogy törődsz a lányjal, de ő hozta ránk a bajt, ezért neki is az apjának kell felelni is érte. Ha odaadjuk az intézetnek, amit akarnak, vagy csak a lányt adjuk oda nekik, akkor talán békén hagynak minket. Aha, szóval itt már elkezdtek egyezkedni, hogy kiadják a kis sajt, a kis Jacques-ot. Jacqueline-t, vagy valami ilyesmi volt a neve. Egy lejárt könyv, egy plazma akna. Ezt elvihetjük. Húzus gránát, jók lesznek ezek ellen. Szikszalag, Redway és Radix 355 kiló a nyitásból kaptunk XP-t. Mindjárt megvan a következő szintlépés. Lehet, hogy megint szerencsére kellene rámenni. Bár most már a Gun Damage-et sem sajnálnám. Egy vegyészállomás, az ott egy... semmi. Aztali lámpa jöhet. Jó, magasak ezek az épületek, jó sok szinttel. Jacques Foch, így, ahogy mondod. A bolondos. Ritkaság ajtó. Ennek a szekrénynek csak az ajtónak a... Az ajtaja a ritkaság, a többi része az nem érdekes. Sárga asztali pénisz, bourbon. Jobb karcsontok. Kinézni, kinézze, irányítások úgy fejleges, hogy atombombát dobtam volna rá, egészen eddig a pontig nem volt bajom konzolosokkal. Meggyőződésem pokolból származik a konzol, annyira mélyen érintett konzolosított irányítási gépletem adtak egy normálisat. Az érdekes, azt a
De miért, mi volt vele a baj? Miért nem tudtad irányítani? Van egy szűrő, előszeres dobozokat kilútoltuk, akkor ez az épület megvan. Tehát ez a kettő elméletileg ugye itt meglett. Ide építettek valamit középre, amit nem tudtunk még azonosítani, de ez lehet, hogy semmi. Lehet, hogy elintéztünk minden szintet a környéken. Nagyon kíváncsi vagyok ennek a helynek a zónáira. Ez... Ja jó, ez csak a Power Armor volt, hogy megy le a... Ennek olyan volt a lábam, mint egy lőszeres doboz. Megy le az energiaszint. Mindjárt felmegyünk. Inkább az energiaszint menjen le. Nem, erre emlékszem, ezt is láttam. Egérrel nem bírtam kinyitni a ládát, támadni. Még azt, az nagyon komoly. És próbáltad kontrollerrel amúgy? Még aludhatnék reggelig, és akkor nem kéne világítanom, nem? Erőpáncélban nem lehet aludni. Ha túl vagy terhelve, akkor lehet. Reggel 9:20-ig alszunk. Semmi érzéket a kontrollerhez. Pedig ez ilyen TPS. Őszker támadás alatt áll. Segíts megvédeni. Jó, mindjárt megyek. Az ilyen TPS-eket szerintem sokkal könnyebb azzal. Én valahogy jobban tudok vele rezonálni, vagy valami ilyesmi saktábla, babacsörgő. Ott van egy Rioakna. A bank épülete lesz akkor szerintem az, amit még itt át kell nézni. Nem vesszük el, csak hatást tanítjuk. Egyetemi takarék szövetkezett. És akkor itt van egy széf, ahova bejárt a professzor kavarni az egyik diákjával. De közben lehet, hogy az csak egy álca volt, nem? Vándor szintek itt holtan. Hát tudom képzelni, hogy esetleg ez kamu volt. Bejöttél ide, és itt nem mehetsz át. Egy rádió beszél oda bentről. Ez a szép fel van törve, ott van egy irány lefelé, aha. Hogy mész itt át vajon? Jól beszivattam magam egy ilyen kis izével. Bejöttünk ide, és most, hogy kimész, akkor meg egy csomó loading screen jön rá, de hát ez van. Viszont láthattuk, hogy az ajtónak háttal irányába ott lehetett valamit még nézni. Föld alól egy ilyen folyosó van arra felé. Még ki tudja, hogy mit találunk arra? Álcából tanárdiák kapcsolat, ilyen álcát nem sokat vállalnának. Hát... kivéve, hogyha valami még súlyosabb dolgot akartok elrejteni. Tehát inkább gondoljanak arra, hogy kavarsz az egyik diákoddal, mint hogy a katonaságnak kiadod az épület alatti részt, hogy építkezzenek és titkos kutatásokat végezzenek ott, nem? Vagy elhelyezzenek mondjuk egy atomtöltetet. Tehát akkor már inkább a kisebb rosszat választod, nem? És itt lehetne bemenni? Megnézzük, ez hová vezet. Itt már jártunk vajon? És csak ott van valami. Egyetemi takarék szövetkezetbe megyünk be. Jól gondoltam, hogy körbe kell menni, csak ezt ki kell akkor oldanunk. Itt egy hasonlóság van, az E és az A betűk közül, vagy az R betűk közül bármelyik. Az E betűt lokalizáljuk. Megvan. Haha, metal! Most kinyitotta? Most bezárja? Státusz a zárva? Most akkor kinyitja? Ki van nyitva? Ez az! Nagy királyság. Lehet, hogy fent az emeleten még lett volna valami. Most bejutottunk a belső oldalra, aha. És lehet, hogy ez az a rész, ami alatt valami nekünk kell, a mikroszkópot és a biztosítékot elviszem. Technikai dokumentumokat nem találunk. Főzőlap az, azt hiszem, jó lehet. Na nézzük, hogy hová megy ez lefele. Állítólag itt van egy szép. És egy órákat töltött itt lent a Chelsea-val, ugye? Miss Matthews-zal. Munkakulát itt hagyjuk, ez nem kell. Ó, az valami nagy. Az valami úristen very big.
Dog, mit? Te mikor lettél ekkora zseni? Kinyitott egy biztonsági kaput magától. Magától nyitja a kutya a biztonsági ajtókat. Egy kutya géniusz, páncélterem vezérlő terminál. Tök jó volt, hogy a sorozatban is benne volt ez a... A lock, várjál, lockkal pick. Vagy a C, vagy a K betű, akkor a lock. Hasonlóság 2. Jó, ezt mindjárt megfejtjük egy pillanat. Tehát a lock szóban van kettes hasonlóság. Tök jó volt, hogy a sorozatban is benne volt ez a... fajta... kódfeltörés. Hát ez mondjuk már egy ilyen signature dolog szerintem már a... nagyon régi játékok óta. Ebben a franchise-ban itt van egy. Is van egy. Visszajöttek a próbák. Na. Soul. Sunk. Lies. Soul. De nem, hát a lakkal az nem... Most ilyenkor a lak és a soul-lal egyik sem működik egyben. Most lehet, hogy az elbetű lehető az... A lies az pedig már volt, nem? Volt hát. Nem az elbetű az első pozícióban. Sunk, ezt használtam már? Nem, még nem. Páncélterem kinyitása. Letét dobozokhoz való hozzáférés az egyetemi takarékszövetkezet munkatársainak számára engedélyezett. Oké. Okay. Szerintem most már nem fog zavarni senkit sem, mert mentés. Mi lesz mögötte vajon? Lehet, hogy egy volt. Lehet, hogy a hadsereg egy voltot rakott mögé. Nem. Nem, nem. Mentátok csodragasztó, pattintós, gyújtó, szép haladó nyitása. Szerintem itt lesz egy kettő szép, amiből szerezhetünk XP-t magunknak. Lehet, hogy egy legendás fegyvert is elrejtettek ide? Nagyon nehéz szép nyitás. Mi? Majdnem jó volt. Ez az. Nice, micsoda király lőszerek vannak itt, ez is étkező kanál. Az étkező kanál sose szar, nem? Ti is gyűjtitek őket? Én nagyon szeretem, hogyha van otthon kanál. Full szar leves tenni nélküle. Aha. Töltetek lőszerek. Lószarok, nagyon nehéz széfek. Ez a harmadik széf. Azonnal rátapintottam ott a lényegre. Szórakozz, hogy ennyire nem akarja ott befogadni. Pedig nagyon közel vagyunk hozzá. Fentebb, lentebb? Hát meghűlsz. Meghűlsz! Mi történik ott kérem bal fronton? Hát az alsó az nem volt. Na, azért mondom. Hát akkor csak fölötte lehet. Ó, egy gomb aktiválás! Mi a fene? Ezt építette a hadsereg ide? UP-77-es határtalan lehetőség prototípusa. Szerintem ez lett a legendás fegyver. Korlátlan lőszerkapacitás. Hogy érti? Na hát... Akkor miért veszem a lőszert felfelé? Szerintem itt teszteltek valami fegyvert, ez alapján a katonaság itt fejlesztette ki ezt a prototípust, amit aztán később gondolom mindenki is elfelejtett és itt maradt lent. Érdekes, hogy senkinek... hogy senki nem ment rá erre az ügyre. A kis csaj még talán rájött volna, ugye? Ez pedig itt már beomlott. Tehát amit errefelé vezettek át, gondolom az adminisztrációs épület irányába. Azt már ott lezárták. Vagyis, hogy hát beomlott. Tehát talán magától, talán szándékosan. Minden esetre semmi más nem találunk itt. Viszont van egy jó kis legendás fegyverünk. Ez mi? Semmi, csak egy fegyvermunkapad. Most nem akarunk áldozni arra, hogy a fegyvermunkapadon módosításokat végezünk arra a fegyverre. De könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy esetleg... Na, dog meat. Hogy esetleg még valami értelmeset is ki lehet belehozni. Például, hogyha most felveszed azt a kezedbe.
Ez lesz az. És akkor az amok, ja, hogy ez csak úgy korlátlan, hogy nem kell vele újra töltened. És ez egy menő fegyver Iron Guard szerint. Nem. Rohadtul nem használ muníciót. Iron Guard, te mit szólsz ehhez? Szarszúgyozol. Jó, ezt találjuk ki, hogy hogyan lehetne esetleg feltápolni. Húzzunk haza, hozzuk rendbe a karunkat is. Szerintem megtaláltuk, amit itt keresni kellett. Megérte el szórakozni egy jó órát vele. Nekem tetszik az eredménye ennek a kutatásnak, amit az egyetemen végeztünk. Atom katasztrófa, eltelik néhány száz év, és valaki kutatásba kezd az egyetemi kampuszon, legendás fegyverekkel kijöve onnan. Csak itt nálunk a teachpertv.mókáson. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van velünk ma este is. És... Bocsánat, töltettem magamnak vizet, remélem, hogy jól érzitek magatokat. Úgy csöndösek vagytok, mert biztos mindenki elaludt időközben itt a szuper játszásokon. Vagy csak lehet, hogy szuper unalmas vagyok, és emiatt szétunjátok magatokat. Levesszük a jelölőt, ez tökre értelmes egy hely volt. Most levette? Jelzés, elhelyezése. Nem tudsz olyat, hogy... Nem. Hogy leveszed? Á, levette, király. Na húzzunk haza. Rázzuk magunkat helyre. Jaj, várjál, őszkertnél meg támadás van, ugye? Jól érzitek egymást, de cukik. Mindenki a másikét. Ki vagyok rakva tévére? Barátnővel megmegy az enyelgés a kanapén, ez förtelmes. Üzérek támadják a helyet. Egy megvan. Cudsworth mekkorát megy. Cudsworth. Legendás ellenfél átváltozott, de szarunk rá. Végtelen a lőszerem, kis majom. Nyomod. Hogy vagy Hiri Steve, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Remélem, hogy jól érzed magad. Meg hogy jó volt a napod. Mesélj, mit csináltál ma? Puszka is ébren van még? Pedig neki aztán olyan izéi vannak. Várj, ezt ők lőtték le, nem én. Ugye nem kaptam XP-t a legendásból. Olyan állásinterjúi peregnek, hogy megőrülsz. Ez elégett. Drogos húskampó. Annál több damage-et viszel be, minél több elvonási tünettől szenvedsz. Hát ez aztán a fegyver, barátom. És akkor most megköszönik, hogy segítettem megvédeni ezt a helyet. Újabb csodálom érkezett megnézni, mondja White. Jó, hogy későn értem ide. Á, ugyan már. A múlt gyümölcseket én szerintem felveszem innen. Remélhetőleg nem lesz olyan, amivel lopást eszközölünk, mert hogy a múlt gyümölcseket amúgy meg fel lehet tápolni más helyeknél majd. Amint úgy mondom, hogy azok élelmiszert nyújtanak olyan helyeken, ahol az nincs. Ezt sem eltávolítani nem lehet, sem lootolni nem lehet belőle. A robotoknak élelmiszert előállítani gyakorlatilag felesleges. Nem kell nekik ágy sem, nem kell ezeknek semmi. Hogy állnak ezek? A védelem nulla. Ide nem is raktunk jeladót. Miért nem raktam jeladót? Lehet, hogy azért, mert nem akarom, hogy keveredjenek a vízenlátás is kevés más emberek ezekkel a robotokkal, akik itt élnek. Pedig mondták, hogy őszkert, hogy van egy hely, ahol kereskedi el. Ez ki rakta ide? Ezt én raktam ide? Érdekes. Tehát, hogy mondták, hogy van egy hely, ahol robotok irányítanak mindent. Generátort nem tudok ide rakni, nincs nálam gumi. A francba, édesanyám mindig mondta, hogy legyen nálam. És akkor a vegyes dolgok... toborzó, rádiójeladó, kerámia és gumi kell hozzá. Biztos, hogy nincs benn. Itt vagyok csak csendben. Ugye én ebből a franchise-ból New Vegas színűvel játszottam, nem értek a lovakhoz. Micsoda? Hogy nem játszottál ezzel? Kerámia és gumi. Szerintetek honnan lehetne szerezni? Lehet, hogy van egy automata valahol. Kerámia. Ez nem az. Egy WC kagylót kellene találni. Zsáktrágya, savéstrágya. Hát, ezt ide kell hozni sajna. Várj csak, ez egészen mélyre megy, nézd. That's what she said.
Hiszed? Jó. Már látjuk, hogy mi kell. Kerámia és gumi. Megvédtük ezt a helyet, viszont hiába védtük meg. Most nem tudom, Preston Garvey-val mindenképpen beszélnünk kellene. Lehet, hogy kapunk annyi XP-t, hogy level 52-esre felfejlődjünk. That's what hiszel? Nem rossz. Nem rossz. Anyuka egy oltanácsolta neked, hogy legyen nálad. Ó, hát... Megmondom őszintén, ami nálam van. Azt szerintem már le is járt. Na. Jó, lehet, hogy áthelyezzük a cuccokat ide. Vagy... jó kérdés, jó kérdés. Kacatokat, mert hogy van nálunk egy-kettő, és még kutya is tele van vele, ugye? Mert most nem tudjuk, hogyha visszamennénk, például elintézni ott a lelkemnek a gondját, akkor mi lenne? Tehát most oké, hogy eddig gumi meg kerámia kellett, de volt nálunk egy csomó minden... Dogmi, gyere ide kérlek. Jó kutya. Jó, egy kis kíváncsi hangjával. A cél 58, addiktól. Mit keres a kutyánál addiktól? Ezeket előásta a földből valahonnan? Az a lényeg, hogy ne vegyük el tőle a... kutyasisakot például. Kristály 59. Jaj, ez a száloptikás, ugye? Azt a... Igen, és akkor innentől kezdve meg mindent vehetünk felfele. 59 száloptika, végre soha többet nem lesz belőle hiány. Ez szerintem bizonyos fegyverek feltápolásához is kellhet. Addigtól, amíg nem talál. Jaj, kacatok elrakása. Na, oké. És akkor van nálunk néhány fegyver, amivel még nem tudjuk, hogy mit lehet kezdeni. Akkor csináljuk azt, hogy először is elmegyünk, megnézzük ezt a lézer vadállatot. Nekem tetszik, hogy felolvas mindent, így félszemmel is elég követni. Hát egyébként pontosan emiatt van ez így kitalálva a csatornánkon, mert... hogyha... Preston. Hogyha valaki mobilon nézi és nem látja a feliratot, mert kicsi, és hogyha valaki éppen főz a konyhában, vagy sexel a kanapén a párjával, és a tévére kirak, akkor, hogyha közben haladni akar a sztorival is, érted? Akkor jobb, hogyha felolvasom ezeket. Na, megtisztítottam mindent, ez remek hír, emberek magunknak tekintenek egy helyet, készek ezt megvédeni is, jaja. Tudatom, hogyha hallok olyan településekre, amelyek segítségünkre lesznek. Közben ügyeljen arra, hogy segít mindenkinek, akinek szüksége van rá, csak segíti az ügyünket. Ez tök furcsa. Van ilyen, hogy nem ad nekünk újabb küldetést? Preston Garvey beteg vagy? Vagy mi történt veled? Normális vagy? Ez egy szint? Lehet, hogy időközben betörtek menedékhelyre a szintek és leváltották Preston Garveyt? Írt kaptam egy településre, hál' Istennek. Jó. Oké, napfényes hírek kommunát. Oké, megyek majd, köszi. Köszi, szevasz, majom. Jó, oké. Visszajött, mégiscsak ő az, nem szint ez. Na nézzük azt a lézerágyút. Annak én nagyon szeretném feljebb tolni a damagéját, és mivel lézerfegyver, ezért a tudomány szinteken keresztül biztos vagyok benne, hogy ez a hamukészítő. Nem, ezt már feltápoltam. Gamma sugár kibocsájtó. Igen. Aha. És itt lehetne rámenni túlhajtott kondenzátorra. Fejlesztett lőszer kapacitás, de hát ennek korlátlan van, innentől kezdve csak a legdurvább damage, ami számít, ez az. Ez tetszett Prestonnak. Miért tetszik neki az, hogy a határtalan lehetőségeket itt nyomatom? Automata cső. Igen, ez nem rossz, szerintem emiatt pergetjük annyira. Lehetne akár rendkívüli damage is belőle, de nem kell. Mesterlövész váltámasz. Súlya kicsit nagyobb, az értéke kicsit több, de erősebb ütés. Itt mi a különbség a kettő között? Ezt nem értem. Ja, az, hogy ezért kapsz XP-t. Ó, ott van a szintlépés, level 52, tudtam. Fejlesztett irányzék. Hát nem, szerintem innen nekünk semmi nem kell. Rövid távcső, nem. Lehet, hogy a reflex az jobb, mint ez a... Megnézzük a reflexet hozzá. Gyroszkóp kiegyenítő lencséje. Jobb visszarúgás, csökkentett hatótáv. Van olyan közte, ami... sugárhasító. Elhasítja a sugár többszörös lövedéké. Akkor végtelen automata lövés, ami szétasított lézerekkel megy, ez egy végtelen shotgun.
Sugárhasító lenne az a shotgun verziója ennek. Hát ki lehet éppen próbálni, van is hozzá egy csomó mindenünk. Megnézzük, jó? Ha más nem akar, a gyroszkópot visszatesszük rá. Azt a rohadt mindenit. Azt a mindenit. Nagyon, nagyon szór felfelé, nézd meg, nyomod és viszi. Azt a... Tehát hogy lefele kell húznom az egeret, hogy nagyjából célra tartsak. De nem lehetetlen. Szerintem ez működés képes. Ez nem annyira rossz. Hogyan javítsunk a sexen, rakják ki közben tévére, Twitch per tévét mondunk. Az igen. Na jó. Ebben még belegondolni is szörnyű. Lehet-e a energiafegyverek damagiát feltápolni? Szerintem ez itt történt, nem? High-tech módosítások. Minden narkó hatása, a robotok hackerése. Ez lehetett az, ugye? Sugárzó fegyverek kétszeres damage-ot. De nem, mert ez meg sugárfegyver. Ugye a lézer az egy sugár? Lézer sugárra gondolnak? Hát akkor az viszont megvan. És akkor már megvan a kétszeres damage. És most ez a kezemben egy automata fegyvernek számít ez? Mert hogyha most rámegyek arra, hogy az automata puskák damage-ének feltápolása, akkor ez most annak számít. Automata fegyvereit 60%-kal több damage-et okoznak. És hogyha itt mennék rá, 15% extra damage, az 5%-os damage increase lenne. Viszont itt meg lehetséges, hogy 40%-ról 60%-ra mennénk rá. Célzás nélküli. Jó, és hogyha ezen tovább mész az automata fegyverek irányában, akkor támolygásra készítheted az ellenfeleidet. Jó, és hogyha arra megyünk, hogy lövész, végtagbénítási esély, figyelmen kívül hagyják 25% páncélt, nem automata puskák kétszer annyit damage-elnek, figyelmen kívül 30%, aha, hát nem tudom. És rámegyünk az idióta tudósra. Már véletlenszerűen 5-szörös XP-t kapsz bármilyen cselekvésben, minél kisebb az intelligencia, annál nagyobb az esély. Jó, de nekünk 9-es intelligenciánk van. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy 10% esélye jönne be, vagy hogy működik ez vajon? Mondjuk teszem azt, hogy a 90% a 9 darab. Szerintetek van esélye arra, hogy ez értelmes legyen? Vagy hagyjuk a szerencsét és inkább menjünk más irányba? Tehát mert hogy olyanra is lehetne rámenni, ami esetleg a ránk mért damage-et, hát ott sebzés ellenállás, van egy csomó, ez egészen el lehet vinni. Azon el lehet menni vele 4 szinten belül 50-es sebzés ellenállásra, jelenleg 20-as van. Érzékeléshez 2-ös, vagy 2 pont. Ezt például tökre nem értem itt az intelligencián, hogy mit keres. Az érzékelés statnak a megtolása, ez nagyon furcsa. Tehát hogy nyomhatsz bele itt egyet. Ja, meg itt van olyan. Ez. Tudva a gyengeségeket hatékonyabban támadhatsz, 5% növekedés kapsz találati esélyre okozott damage-ra a VATS célpontoknál. Ez tök jó. Ezt kiveszem innen. És akkor mostantól kezdve látjuk a gyenge pontokat az enemiken. Hogyha VATS-ben próbálsz rámenni, ugye? Jó, megpróbáljuk. Ilyenteted a szemed, el is fogsz aludni, jó pihenést kívánok neked, és örülök, hogy itt vagy velünk is, és hogy ezzel a tevékenységeddel is csak növeled a létszámunkat itt esténként. Miről beszél itt mindenki, mint hogyha valami gyűlés lenne, nem? Nagyon furcsa, hogy éjszaka összegyűltek, ahelyett, hogy elmentek volna aludni. Hozzuk rendbe a karjainkat. Azt hiszem, hogy mindent kiraktunk, talán még egy-kettő módosítás van, amit majd erre kell rázni, ez most benne van, vagy kívül van? Nem, benne van. Ezt kellene megjavítanunk. Két acél, alumínium 2. És ezt fel is kell szerelni. Többi vajon hogy áll? Annyira a bal karunkat lőtték. Ezt nem engedi feltenni? Eltört tárgyakat. De mit javítottam akkor meg? És fel van javítva, és most nem tudja felszerelni. Nem tudom, hogy mit javítottam meg. Ez 2.14x6.20-as, ezt meg kéne javítani egy kicsit. 83, szerintem erre is rámegyünk. Onnan tudjuk, hogy mennyi alumínium van még nálunk.
A sisakunk egy kicsit szarul van, de a többi az. Nem most csináltam meg a törzsemet? De most valami átizérés van itt? Mint hogyha kétszer javítottam meg a törzset, nem? Akartam mondani, ők is biztos a streamet nézik. Mi éjszaka itt összegyűjünk, ahelyett, hogy aludnánk. De milyen jól teszitek amúgy, én is mindig itt vagyok esténként, rohadt jó ez a hely. Na, lett egy frankó fegyverünk. Szerintem a másik lézer fegyverünket azt le fogjuk erre váltani. Ez a harci shotgun. Hát figyelj, rohadt nagy damage-e van. De egyszerűen még mindig nem értem, hogy nem lehet shotgunból értelmes damagét összehozni. 50%-kal több damage az állatok ellen, és akkor 83 damagéja van. És hogyha ezt most kézbe veszed, akkor nézzük. Hát ez értem én, hogy nagyot lő, de szerintem ezt le fogom tenni. Harci shotgun. Rádium puska, lézer puska, támolygó maximalizált. Szerintem ez lehet az. Taktikai Tesla. Hát most innentől kezdve lehet, hogy a Teslának sem lesz értelme, hogyha a végtelen lőszert használtam, nem? És akkor egy-kettőt le fogunk tenni most ebbe. Ide megy bele. Mennyi szarunk van már megint, nézd meg. Fürge automata rohampuskát is le kell majd tenni, az a másik ládába megy bele. Ebbe a használt fegyvereink mennek. A shotgunnal még mindig nem vagyunk kibékülve. Vadász Western az lehet, hogy egyszer jó lesz, ezt majd használni fogjuk, ez benne van. Jó, talán ide kettő kellett. Ez a kézbesítő az egyáltalán nem hozta hozzá fűzött reményeket, ez hova is lett téve? Ez. Ez a Bengal vadállat. Rengeteg lőszert lövünk, hogyha nehéz fegyvereket jobban tudnánk egy kicsit esetleg alkalmazni, akkor dupla damage-et vihetnénk be, de ez így, ez most 10 per lövés, és hiába pergeti. Drogos húskampó megy ki, ez a Gauss, ez jön, fürge automata roham. Mindjárt lesz hely nálunk, nem kell aggódni. Azt hiszem, hogy talán meg is vagyunk, elraktunk mindent. Ez a két lövés edzett átütő géppisztoly, ez is biztos rohadt jó volna. Tovább tolnánk ennek a damage-ét majd. Itt nincs nálunk semmi sem. Jó, most még elrakjuk gyorsan a izéket, és mehetünk már is tovább végre. Bocs, hogy sokat szaroztunk megint, de hát tudjátok, hogy milyen ez a játszás. Kacatok nincsenek nálunk, minden el lett téve. Mehetünk is, és szintet is léptünk még közben, nagyon király. Amúgy meg, hogyha folyamatosan modifikálnánk a fegyvereket, akkor ugye a Medford kórházat ki kell tisztítani most már harmadjára is, akkor folyamatosan kapnánk az XP-t. Rávehetnénk a főküldire. Találd meg Virgilt a ragyogó tengerben, jó? Gondolom, hogy ott elég erős lesz a sugárzás. Én még pók is beköszön. Ma volt egy pók támadásom az RDR 2 alatt. Sikertelen, segíts megvédeni a következő helyszínt, őszkert. Oda mentem és ott voltunk, és megcsináltuk. Szerintem ez bebugolt. Hát ahol a legendás csicskát vertük el. Állítólag itt van a főküldetés valahol. Virgil nevű fickó. Ez mi volt? Ja, csontvázra léptünk rá. Az igazi erőpáncélos figurák soha nem fordulnának vissza, hogyha rálépnének egy csontvázra. Ez milyen romantikus... romantikus helyzet. Fogják egymás kezét, ott van egy üveg sör, néznek a végtelenbe és tovább örökre. Egymás mellett gomba felhő jön. Mi ez? Albino halálkarom. Várjál. Melyik fegyver? Ez az. Jó, semmi baj, te rohadék. Semmi baj, kuszfiák. Jézus Isten, mi van veled? A hasát céloz, azt kell nyomni. Biztosan mennyire lenne? Húzom az egeret lefelé, mint egy hülye gyerek. Jó, hogy végtelen a lőszer, nem? Szétlövök én mindent, nekem nem érdekel. Ez megfogott. Albino! Veri a pofámat! Hátrál, de nem tudom, mibe akadtam már bele már megint.
Szerintem eltalálom. Mekkora izé lézer diszkó van, én nem mernék egyébként az ő helyében rám menni. És a critical hit. Gyönyörű. Megtántorító. Farkát nézzük belülről. Hála a jó istennek eléget. Wow. És nem kaptam érte XP-t. Ez most biztos olyanokat mért rám, hogy meghűltem, nem? Na, 58 XP-t. De szerintem ez nem ebből jött be. Ez valami másból kellett, hogy bejöjjön. Milyen iszonyatos volt ez. Ez volt a Raid Boss, nem? Fúziós magot is eltávolították közben. Látták, hogy csicska voltam ezzel a fegyverrel. De nem baj, mert végtelen lőszeres. A Robi felhőre gombázás jobb lett volna. A Vertibird célba ért. Sas leszáll. Várjál. Nem, mégis. Ő még megvan. Mi a helyzet a többiekkel? Meg én hol vagyok? Brotherhood of Steel nagyon nyomul itt a környéken. Aha, szuper mutáncsokat verdesnek, úgy látom. Senki nem tudja, hogy jövök. Ez egy atom volt? És a kutya... Kutya abba halt bele, vagy? Kutya. Nem mondom, hogy a legkönnyebb ezzel célozni, de próbálkozom vele. Ez az én kutyám? Igen. Ő prüszkölt ennyire. Kupakok. Polimer kitanációk. Szuper mutáns várongyok. Szakértő szintű széfnyitások. És kemény alliterációk. Köszönöm Zoxkifishnek a követést. Itt nálunk a vészkorúsban. Némi lőszerrel gazdagodva megyünk már is tovább. Szerintem bárkit is keressünk, azok itt kint vannak. Szuper mutáns feljebb valókkal. Küzd a kutyán! Pusztulj te szemétláda! Ered! Nyeled! Azt a mindenit neki. Ott is van egy másik is. Talál? Nem tudom, hogy talál-e, de nyomom. Azért ezzel nem mennék szembe, nem mondom. Idővel szépen lassan legyak mindent, és végtelen lőszerre. Nem tudom, hogy hova lehet majd még tovább húzni a damagéját. Amúgy lehet, hogy nem is lehet. Mégis leszállt egy Vertibird? Vagy mi történt? Vagy elmentek innen? Itt zajlott éppen a harc. És a másik elszállt. Most egy lezuhant egy... Nem lehet, hogy egy autó robbant szét. Ó, oh. Testvériség lovag. Hol a cédula? Azt gondolom kelleni fog. És ez egy T60B és ACT2-es set, ami még megmaradt belőle. Hát haver, nem jártál túl jól, nem mondom. És amivel nyomult, ez egy lézerfegyver, azt hallottuk csattogni a távolból. Nukleáris hulladék és bordák. Kimenthető állapotban. Ti is gyűjtitek a bordákat? Nézzük, hogy mi lehet ez a hely. De szép hűtőszekrény. Az Indiana Jones ebben éli túl az atomot. Ha jól emlékszem. Na, viszont nem ezért jöttünk ide. Remélem, hogy ez most egy megtisztított terület. A hat törmelékpalota meg van tisztítva, és erre kell, hogy menjünk. Visszaköszöntek a szuper mutáncsok erre a helyre valahogy. Mondom, volt egy respawn. És ahol mi megyünk, az egy rendkívül sugárzó környék. Rendkívül jól elrejtett darabkája, egy ilyen kis... Mit keresek? Állítólag ide kell jönni. Hát itt aztán tényleg elég szar a helyzet. Na ne csináld! Na ne szórakozz! Oda kell elmenni! Hát ez igencsak furi. A ragyogó tenger széle. Itt csapódott be az atom, ugye? Minden fa egy irányba áll. Az ott mi? És ez melyik fegyverem amúgy? Várjál már! A lőszer az hogyan csökkent le?
Hogyan csökkent le a lőszer? Több volt, mint 1300, és amikor eddig lőttünk, akkor nem láttuk, hogy menne le. De igazából ez a fegyver... Jaj, ne! Ez csak az 1300-ból csökkentett el a 300-at, mert nem volt négy számú, négy helyi értékes kijelzője, ugye? A francba. Végig rosszul gondolkodtunk ezzel kapcsolatban. Gondolhattam volna, hogy így járunk. Növekszik a sugárzás ezen a területen. Akkor mégsem annyira szupermetál az a fegyver, mint számítottunk volna rá. Mindegy, ez még attól jó lesz. Hát ez eléggé kemény itt. Túl szép volt, hogy igaz legyen, igen, szerintem is. A gúlok nagyon nyomulnak, imádják ezt a vidéket. Lehet, hogy jobb lenne, hogy csak akkor lőnék, amikor biztos vagyok benne, hogy ott el... találok is valamit. Ez most nagyon rajtam van. Átalakul. Ha, ez sem a legjobb választás. Tehát a shotgun. Ha eltállt a lábát és leesik, akkor könnyebb. Össze-vissza, jobbra, balra, mindenfelé. Csapkodott ott nekünk, életképes vér, mint a... Jaj, leadtam a Brotherhood of Steel-nél. Tekintélyes szigony fegyver. Ez mi? Nulla szigonyom van, ez egy DLC weapon? Játék űrlény. Ilyet még nem láttunk. Leadtam a Brotherhood of Steel-nél. Új, de biztos nem kéne beállni, ugye? A technikai dokumentumokat és a... életképes vérmintákat. Még szerencse, hogy... lopakodóban voltunk. Szerintem ide nem ártana betolnom egy Radixot, nem? Biztos vagyok benne, hogy jót fog azt tenni. Nézzük, van-e nálunk tisztított vízből, megiszunk hármat, mehetünk már is. Ott is van lesvadász, kiskulagul. De azt megcsináltad így is? Nem is volt rossz lövés. Vadgul martalék. Itt biztos, hogy a lehető legdurvább lények laknak. Mármint olyan értelemben mondom. Hogy ilyen, biztos találkozunk majd a izével, mondjad már, Deathcrow-val, amit az előbb láttunk amúgy. Meg a racskorpiókkal. A francba. Végre van értelme, úgy látom a shotgunnak. Fénylővel nagyobb gondjaink vannak, úgy látszik, mint akarnánk, hogy legyen. Jobb karmára kritikál hitben célozzunk. Ez a szál istennek. Olyan leszakad? Gondolom, hogy meg is mérgezett. Egy olyan fegyverekkel, amik itt sugárzást intézményeznek, azzal nem hiszem, hogy sokra megyek, ugye? Már lehet, hogy ki kéne próbálni ezt, mert hogy úgy néz ki, mintha itt minden alkalmazkodott volna ahhoz, amilyen környezetben élnek. Szevasz, Captain, hogy vagy, mi a helyzet? Azt a tisztított vizet még megeszem. Elméletileg erre van a fő küldetés. Valaki ide költözött ki. Mondom, hogy a sugárzás ellenvédő ruházatban kellett volna ide jönnöm, de én inkább Power Armorban teszem, mert ez is tök jól véd ellene. Haver. Ez nagyon durvi hely. Fénylő mutáns szúnyogok laknak itt. Ide nem voltam errefele, volt pár dolog velem mostanában. Szeretnél mesélni róla? Örülök neki, hogy most ennek ellenére itt vagy. Ez még nagyon-nagyon messzire megy be arra. Sajnos ez rám jön. Hát ez a puttyogtató itt most nem megy nagyot, úgy érzem. Mit kell hit? Ez az.
Ez veszi a HP-dat is viszont lefelé. Legendás! Mi volt a neve? Az tényleg az volt a leírva, amit olvastam? Azaz, azaz, egy megvan. Ezek a másikat, legalább egyet csökkentettünk. A HP megy le, mert ez nagyon... Ez nagyon... De, igen, ez a vérszopó. Szarszopoly! Nyomod! A lézernek nem lehet ellenállni, de tönkre megy a ruhám ettől a macskafostól. A bal karom már megint szar. Átalakult? Úramisten, a karom le is esett, ugye? Szerintem frankon leesett a karom. Kritikál hit. Jó. Azt a mindenit. Na jó, ez nagyon-nagyon kemény volt. Hát ez elint... Nem is láttuk, hogy elintézett minket. Bejött neki egy kritikál. Mi történhetett ott? Elkerüljük őket inkább. Iszonyatosan megvertek. És megint jönnek. Taladjunk el. Na. Jó, talán elengedett. Figyelj, úgyse adnak semmit. Ez a minimál XP, az pedig nem sokat számít. Itt csak pocsékoljuk a lőszert rájuk. Nem semmi ez a környék. Végre megváltozott a környezet, nem? Eddig eléggé egyhangú volt minden, nem nagyon voltak biómák. Na de hát hogyan is lettek volna? Szia, Oricsígó, a végére csak beestem, örülünk neked. Még egy fél órát maximum megyünk előre. Ez akkor nem annyira. Ez már talán... De a legjobb minden bizonnyal ez a fegyverünk még mindig. Itt a lopkodás lesz a jó. Igen, nem véletlen húzzuk azt. És most elmentem egészen... Aha, sem erre sem. Biztos, hogy itt is egy csomó minden van. Csak nem látjuk, mert hát itt ugye mégiscsak láthatjuk, hogy... Azt viszont láthatjuk, hogy mekkora volt a rombolás mértéke. Ez mi lehetett valamikor? Hát az akármi is lehetett, most már nem az. Egy fénylő szitakötő van arra felé. Á, fixen lesz Deathclaw is. Biztos lesz benne, hogy a halálkarom is itt szarozik majd velünk valahol. Fénylő döglégy. Na ez még szerencsés volt, hogy ellőttük. Hoppá! Meg ez sem volt szar. Utányok! Ez az. Ingyen XP. Az ott meg is maradt? Mit csinálsz? Kijette? Wow. Itt hallunk valamit. Az... Azok egymással? Nem. Azok rá, velünk küzdenek. Szaladás. Effortmentés. Hát látunk valamit. Mi a fene ez? Egy épület? Egy tábla romjai? Állítok, veszélyben vagyok. Nosi Sherlock. Veszett földi kutyák lakják a környéket. És még mindig jó fele megyek. Ez itt valami épület. És itt is lett volna valami épület előttünk. Itt van valami. Na ne szórakozz. Hát így ahogy mész. Fel lehet fedezni itt valami részt. Ott lent alul. És elmentem mellette. Nézni kell a minimapot, mert az automatikusan mutatná ugye, hogy mik vannak. Ez az állami rejtett készlet 84NE. Állami rejtett készlet. És mit rejtettek el ide? Wow. És ide be lehet menni. Az komoly. Hát ilyen szürke kötött csapkákat látok. Tök király, hogy itt vagyunk most a játékban. Nagyon tetszik nekem. Tök izgalmas. Repett üvegtálak, nukakólák, fogkrém. Itt lehet aludni. Nyilván a legjobb környezet, ahol álomra hajthatnád a fejed. Doboz cigi.
és egy működő számítógép. Protektronok is vannak. Játékraketta. Hát az ott nem volt játék, ezt most megnézzük, hogy micsoda. Gondolt, hogy aranyat raktak itt? Sea King kábel. Reserve-t rosszul fordították? Jó kérdés. Bandolier. Messiánikus. Ramblings. A Rambling Instincts. Újra. Artifaktok. Returning. Nulla. Lieutenant. Igen, de ott hiányzik egy E betű. Indicated. Ez az, megvan. Biztonsági ajtó vezérléssel. Arra emlékszem, öcsém tolt a gémet, még látható weapon kívül is voltak érdekesek, amit fel lehet fedezni. Tényleg? Tehát, hogy... Hát gondolom, hogy ezek a izé részek lesznek, nem a... A DLC részek, amik már a... Egyébként nem mehetnél ki a térképről, de ott azokon a részeken gondolom igen. Ide bent egy kicsit kevésbé ér minket a szar. Van itt egy fegyvermunkapad. Lőszerek hordozható hadipuskákkal. Húsos babkonzerv. Arra most ráeszünk egyet. Szerintem nyomatunk egy kis Radixet is, mert egyre durvább itt a környezet. Egyre tövéllyel. Húsos babkonzervekkel. Dehogy eszem meg, ez valami szar. Mennyire akarsz megenni egy babkonzervet, ami itt sütkérezett olyan sokáig? Egy tatóvirág? Nem, ezt is eldobom. Mi az X111-es vegyület? Ez szétszedi a sugárzást rajtad. Jaj, ez a... Igen, ezt akartam mondani, hogy a Brotherhood of Steel-nél megcsináltam, ugye leadtam a technikai dokumentumokat, meg a izit, és akkor a csajszi egyszer csak azt mondta a vérminták alapján, hogy jaj, sikerült szintetizálnom a nem tudom micsodát, akkor tessék, itt van, és szerintem ezt kaphattam tőle. Ezek szerint ez arra való, hogy annyi sugárzást vegyél le magadról, amennyit még nem látott ember. Mondjuk ezen a helyen pont tökéletes, hogy nálam van. Én azt hittem, hogy itt lesz is valami, de mint láthatjuk, azért annyira nem sok minden van, úgyhogy... Én mondjuk egy magazint el tudnék ide képzelni, hogy mit tudom én... olyan magazint, ami ellenállóbbá tesz a sugárzásat szemben, és akkor mondjuk 10 ponttal érted, vagy 5%-kal, vagy bármi. De úgy gondolom, hogy a sugárzás ellen semmi nem véd. Az X-vegyszerből lesznek a pindurpandúrok. Ja, cukorból, sóból és minden. Mióból, vagy bigyóból? Sosem tudtam, hogy mit mondanak. Minden mió, minden bigyó. És melyik az igazság? És szaladunk tovább, ott egy házikó áll előttünk. Vagy állt valamikor. Minden mió. Nekem a bigyó jobban tetszik. De a minden mió sem szar. Minden miáó. Huszka, mikor fogsz legközelebb streamelni, Iris Steve, te mikor tervezed? A kemény lopakodás. Kutyákra mennek rá, skorpiók! Legendás földi kutya, Raptor! Mindenki, az a dogmeat! Jézusom! Azt hiszem, hogy én nyertem. Életképes vérminta van benne. Ó, az hova megy? Szia! Viszontlátás! Aranyos voltam úgy. Állítólag veszélyben vagyok, hát gondolom, hogy miatta. Melyik volt a legendás darab? Éjjeli forradalmi kard. Ütörtök. Hetedik évfordulóra valamit összehozni, jövő héten kedden legkésőbb zenélek. Na, az nagyon király. Nagyon király. Jövő héten kedden, meg csütörtökön kell akkor a urakat, hölgyeket nézni, vagy fordítva. Harry Pöttiben, az sokáig pálca szájú, inkább nem a... Nem, az párca volt. Ezt olvastam. Az a kígyókat értette meg talán? Annál több damage-et akkor ez minél jobban benne vagy az éjszakában, nappal viszont egyre kevesebben. Hát ez egy jó szar darab. De gondolom valaki majd megfizeti ezt is.
Az éjszaka szülöttjei majd biztos bádni fogják. Veszett földi kutyák támadnak ránk, és csúsznak el egészen a lábunkig. Mi volt benned? Á, nem volt benne vérminta. Haladunk közben, itt egy házhoz fogunk mindjárt elérni. Annyira jól néz ki ez a terület, imádom. De igazából semmi nincs benne, de mégis nagyon jól szemlélteti azt a fajta pusztítást, ami világunkból megmaradna egy ilyen balhé során. Persze senki nem tudja, hogy milyen lenne az igazából. Ez egy elhagyatott fickó. Stitövi fickó. K21B komplexum kulcsa, kiürítési terv. Mi a fene? Kiürítési terv. Hello kormányzati munkatárs! A kommunista Kína inváziójának naponta növekedő veszélye miatt azon kaphatod magad, hogy mit tegyél a teljes automatikus megsemmisülés, atomikus megsemmisülés esetén. Ne félj, mint kormányzati munkatárs, megvan a kiváltságod, hogy elzárva biztonságban legyél ugyanott, ahol minden nap dolgozol. Csak kövesd ezeket az egyszerű utasításokat, és amikor a bombák lehullanak, a munkatársaiddal egyetemben várhatod a nukleáris tél végét. Ha meghalod a riasztást, dobjál mindent, ne is törődj a pakolással, még a személyes tárgyakkal sem. Minden, amire szükséged lehet, a kijelölt biztonságos helyen per munkahelyen vár téged. 2. Menj a kijelölt munkahelyre, K21B. 3. Amint bent vagy, egy riasztási jelzés lesz hallható, hogyha a sugárzás problémás szintet érne el. Erősen csukd be az ajtókat és zárd le őket. Ne nyisd ki addig, amíg egy második jelzés nem hangzik el. Isten veled, sok szerencsét és élvezd az a szebb jövőd a föld alatt, felügyelő aláírása. Lehet, hogy itt van egy... Micsoda? K21B. Lehet, hogy ez egy volt. De ő nem ért be oda lentre. Vagy ez egy darab insta, ami ilyen... Na, ezt lejátsszuk. Itt a 0119-es számú kormányzati alkalmazott beszél. Ő Buzanski. Francba a kormányzati szarsággal. A szirénák olyan gyorsan történt. Aztán a riasztás. Az egyetlenek, akiket meg tudtunk menteni, éppen szolgálatban voltak. Stevens kiment, hogy kivegyen valamit az autójából. Stevens meghalt. Be kellett zárnunk az ajtót, még mielőtt megfordulhatott volna. Ezt írt elő a protokoll. Hallottam kiáltozni. Napokkal ezelőtt volt. Már kifogyóban van az ételünk. Ez a hely mégsem volt olyan jól felszerelve, mint azt hittük. Átkozott költségvetési megszorítások. Szerencsétlen. Ha valaki hallja ezt, Jeff Buzanski vagyok, mondjátok meg a feleségemnek, Vilmának, hogy szeretem Viszlát. Hát haver. Vilma 200... Nem tudom hány évvel ezelőtt meghalt, az a nagy helyzet, úgyhogy... Én már neked nem fogom átadni az üzenetedet, de... Örülök, hogy megismerhettem a történetedet. Nézzük, akkor itt most elfogyott, tehát ez csak egy néhány napos hely volt. Na hát. Ez olyan, mint egy volt, csak ez valami kormányzati nem volt. Szintek. Wow. Mi a fene? Oké, ez nagyobb lesz, mint amire gondoltunk volna. És akkor néhányan bejöttek ide, majd elfogyott az élelmiszer viszonylag gyorsan, ugye? Jól értettem. A kerámiát a kávéscsészékből elviszem. A doboz cigit meg saját magam szórakoztatására. Érdekes, hogy ezek itt meg tudták vetni a lábukat. Ezek szerint a szintekre nem nagyon van hatással a sugárzás. De hát a fémeket is károsítja. De mit tudtok a sugárzásról? Ti mennyire vagytok teljes tudatában annak? Mi történik egy ilyen esetben?
Azt hiszem, hogy megyünk egy alsóbb szintre, de előtte még azért körülnézünk, várjál. Gyerekfejjel logikusnak hangzott a pálca száj. Azért, mert a izének, a Voldemortnak olyan a szája, hogy ilyen csík. Hallok valamit. Ja, ez csak a lámpatest. Aha, és innen jöttünk, ugye? Innen jöttem? Körbe mentem, ott lehet lemenni. Szerintem minden kellett, hogy jöjjek, igen. De hová lett a megszakító jobbról? Mi a fene? Ja, itt volt kint, jó, oké. Okay. Bocsánat, meg vagyok. Geiger Müller számlálóval nőttem fel. De most akkor te ismered a Fallout univerzumot? Biztos, hogy nem ismered. Az előbb mondtad, hogy nem ismered. Csak a New Vegas-t. Lehet, hogy Geiger Müller. De azt írtad az előbb is. Nem Müller Gergely? New Vegas, csak igen. Állítólag az a legjobb. Én nem hiszek nekik, szerintem biztos jobb az 1-2. Alig várom, hogy kipróbáljam majd azokat is. Letáborozunk ennél a franchise-nál is. Most egy csomó megvan már kezdve, ezért is félek a Bioshockba is még belekezdeni. Mindenki majd a pokorra kíván. Nem igaz, hogy egy sztorit nem tud befejezni. És mikor lesz a Batmannak a folytatása, meg az Uncharted spin-off? Ja, és a Tomb Raider harmadik része? Vagy ezek csak a hangok a fejemben? Ott lőttük ki. És nem látunk másokat. Egyébként az a fajta sugárzást, amely atombomba bocsát ki, egészen szépen levét pár méter földréteg. Emberek lettek volna itt benn, de hát... Mint láthatjuk, nem igazán ment nekik ez a túlélés téma. Főleg, hogy le volt kicsit korlátozva, kicsit nagyon az élelmiszer készlet. Hát haver. Ilyen francok hoznak létre egy menedéket, hogyha mindössze néhány hétig védhető, nem? Ott egy Nuka-Cola Quantum. Három különböző íz, amikor egyszer robban a szádba. És a szádban olvad, nem a kezedben. Minden szart felveszek. Azt hiszem megvan valahogy magyarázva a lore-ban. Erre mi csoda? Kicsit tudománytalan a Fallout univerzum 2-300 évek és még ennyire aktívan sugárzik a mindenség. Hát gondolom ez attól is függ, hogy mekkora bombákat dobtak le, nem? Is someone present? Van ott valaki? Nem, csak a kutyám, miért? Hova lett? Hát ja, hullát látta meg? Sensors indicating concealed organic life form. Rejtőzködő szerves életforma, azt mondja. Nem, csak a túlérzékeny szenzoraim voltak, semmi több, mondja. És akkor most erre fog jönni? Rósznap, villámcsat, villanykörte, telefon. Erre fog jönni, pedig megyek lentebb, ugye? Igazán látom, nem mondom. Hát még lentebb ment? Mi lesz ez a nagy számítógép ide lent? Hello. 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 Ez a szint vezető. Nyilván most jön rám, az újra tölthetnék. Offline, azt mondja. Gondoltam, hogy kimegyek, elszívok egy cigit, meg fejlesztett fókuszál, 10-es intézeti puska. Na várjál. Jött a műszakvezető, igen. Valami ruhát vettem fel, amit nem akartam. A szintmelvértet. Ezt eldobjuk vissza. Így, így. Hát nem volt ez túl kellemes, hogy beleakadtunk itt ezen a részen. Kell neked a menedzserrel beszélni. Hát ez az. Aha, és akkor ez itt most egy lifttel menne tovább? Egy X01-es. Nekem ugyanez van. Szerintem, ami most rajtam van. Nem tudom, hogy honnan.
De most ez hogy legyen? Te ezt azért csak hazavinnéd, nem? Az X01-est. Érdekes, akkor ezek szerint ezen a helyen ezzel kísérleteztek? Lehet, hogy itt akarták tökéletesíteni. Nem lepődnék meg, hogyha úgy lenne. Kamera, rajztábla. Kár, hogy ilyen régi képeket nem lehet találni, csak régi fényképezőgépeket, nem? 80-as évek gyerek, things. Geiger Müller számláló ionizáló sugárzást tudja kimutatni pár évvel. Születésem után volt Csernobil, kapcsoló szekrényben volt a jó tabletta. Számlálóval méregettük, hol volt oké a sugárzás és hol nem. Volt olyan hely, amit be kellett jelentenünk, hogy vigyék el a földet, túl magas volt a sugárzás. Ott emberek elégették a füvet, pedig mondták nekik, hogy ne. Azt a mindenit. Azt gondolták az emberek, hogyha ott elégetik az adott helyszínen, ahol sugárzik a környezet, akkor az majd megszűnik, hogy sugározni. Pedig pont azzal ugye a füstön keresztül még. Oxidációval gondolom, biztos, hogy egy kicsit elő tudod segíteni azt, hogy feljusson a felsőbb rétegekbe is ott a felhőzet, meg minden. Na hát egy szép. Akkor itt csak az X01-et dugták el végül talán. Kár, hogy nem kaptunk itt információt arról, hogy mivel szórakoztak. Kezdő terminál. Hát hogyha XP-t ad, miért ne? Most ami ott bent áll. Ez az, azonnal rányúltam. Karbantartási műveletek. Aha. Rendszer újraindítás kérése. Funkciók a gyári alapértelmezés állítja vissza, néhány funkció nem várnak megfelelő válaszolat. Igen. Jó. És most akkor a robotokat indította újra? Ó, jó napot! Elnézést, leállítás. Álljunk meg! Lesz szemétláda! Na! Nyugi! Dogmit is megnyugodott, oké. Szóval ezeket reszetelték, a protektronokat. Jó, és... hogyha most ezt innen átraknám, hogy ez most itt egy... Aha, tehát lehet, hogy meg tudnám javítani a balkaromat. Ezt ki kéne próbálni. Nem tudom, hogy mennyire vagyok közel hozzá. A másikban még fúziós mag is van, tehát hogyha ott átmegyek... Aha, értem én, hogy X01 törzs, de mi hajtsa? Most akkor belemászunk. Zsír új, figyelj, 200 éve nem nyúlt hozzá senki, szinte még új szaga van. Ez igen. Be vagyok szorulva? Nem, kijutok, meg vagyok. Az enyém azért szebben néz ki. Azt hitték, hogyha elégetik, akkor az már nem lesz, de a hamuban csak jobban összesűrűsödött, amíg X nézőpénz szétrezőnök tök nagy volt. Hát igen, igen, kellemetlenül hangzik meglehetősen. A bal karunk van szarul. Ezt javítani. Ó, van nála minden, szerencsére. Tök jó, hogy nem kellett hazamenni ahhoz, hogy helyrehozzuk a dolgainkat. Réz, alumínium, minden. Csavarkulcs és egyéb iterációk eltávolítása. 142, 137-es. Az a 112-es nekem még úgy. Néz ki, mintha javításra szorulna, de nem. És mit vakargattam ott hátul a lábszárát? Te is láttad, furi volt. Hol nőttél fel, ilyenre sem emlékszem. Pest megyében. Hát... én 89-ben születtem, úgyhogy nekem innentől kezdve már ez nem... Hát, hogy én túl kicsi voltam ahhoz, hogy érzékeljek bármit is ebből. Maximum annak olyan hatásait érezhetem, amiről senki nem tudja, tudod, hogy most akkor tette neked valamit az életed ellen Csernobil. Hát, fene sem tudja. Tehát, hogy érted? Lehet, hogy édesapámon belül károsultam valamilyen szinten. És akkor lehet, hogy amiatt van mondjuk pajzsmirigy betegségem. Mit tudom én? Energia elemet csak kivenném a másodikból, kapsa. Viszünk mindent, ami mozdítható. Én nem fogom azt birizgálni, nem. Ezt nem tudom, hogy ezt miért nem lehet kinyitni. Ezt valami PC nyitná? Azért nem akarom azt megbirizgálni, mert majd egyszer jövök majd még érte. Ó, na hát, véglegesen nehezebben vagy észlelhető lopakodás közben, hál' Istennek. Szóval, hogyha visszajövök érte, akkor meg majd azzal el tudom vinni, úgyhogy benne van. Hogyan lehetne kinyitni? Vagy lehet, hogy az, ami ott van, az egy... De beszartam, hogy ott áll valaki. Odaraktam a Power Armort. Hogy ennek a nyitása az...
Nem tudom. Tudjátok? Ha eljövünk érte, akkor a fúziós maggal együtt visszük majd haza. Ezt megcsinálom majd valamikor éjjel. Szerintem, de én úgy veszem ki, hogy azt nem nagyon tudom itt ezt a liftet működtetni. Lehet, hogy az a baj, hogy innen kellene valahonnan útnak indítani. Ha itt van lent, akkor alattam van kb. Ugye? Kb. Itt. Hát de ez valahol máshova megy. Júj, ez lehetséges, hogy valami titkos helyre visz, ami quest lesz, és most azért nem tudjuk ezt kinyitni, mert nem vagyunk ezen a questen. Jój, azt hiszem értem már, hogy mi van. Könnyen lehet, hogy ez áll mögötte. Vagy lehet, hogy még egy szint van felfele, és ott fog kinyílni. Ha lefele nézek, akkor azt látom, hogy megint a hátam mögött kéne, hogy legyen, ugye? Ott van lent. De nem volt lift hívás gomb, látod? Tehát, hogy itt sincs semmilyen kilépője. Tehát egyik szinten sem volt akkor lift, akkor lehet, hogy felfele megy, vagy lefele menne még onnan. Nincs itt semmi, nem tudsz arra menni már. Lehet, hogy majd egy quest lesz az. Én nem tudom, én nyomogattam az E betűt rá, és nem csinált semmit. De lehet, hogy nyomok ide egy mentést, és akkor esetleg visszajövünk majd egyszer, hogyha... 2 óra 19 perc, és az akció még mindig zajlik, de még el akarok menni erre a Virgil nevű csávóra. Hátha. Mármint olyan értelemben, hogy meg akarom nézni, hogy ott van-e. Na várjatok, várjatok. Kapcsolati dolgok, ilyesmik voltak, hosszú sztori. Van, nem is akarjuk fejtegetni. Nem is kell fejtegetni, figyelj. Nehéz, nehéz az ember, hogy kapcsolatban éljen másokkal. Én már régóta nem is teszem. Mi a francnak tiszta hülyeség? Itt vagytok nekem ti. Az összes vészkórus nő a szerelmem. Hát persze. Erőpáncél van itt hagyva. Semmit keresünk. Az ott lenne lent a sarokban erre felé. Hogy micsoda? Hát persze, hát én már eladtam itt a lelkemet nekik, az összesnek is. Minden este itt vagyok, csak velük foglalkozom, több időt töltök velük, mint hogyha lenne egy kapcsolatom, és vele tölteném az időt. Mi ezen olyan meglepő? Vigyó nyakú! Szitakötő! Szarok a szitakötőre, én megyek. Ez egy hátű. Nem teljesen értem most a megrökönyödést. Ez egy hosszú téma lehetne. Az mondjuk nem volt szar egy lövésből a legendácsra rámenni. Sugárerősítős fémbalkar. Minél nagyobb a sugárzási sérülésed, annál nagyobb erőt biztosít. Ez betál. Nem nekem, de kicsit talán sokan vagytok. Az még egy legendás darab. Uramisten. Szétlacsannak. Álljunk meg. Kis rúst a fejedet. Átváltozik. Hála Istennek. Mérgező rakéta volt ebben a... Rakétavető volt abban a kis állatban. A célpont 10 másodpercig meg van mérgezve. Ez egyébként tök jó, csak hát ugye ez a méregsebzés, ami itt adtunk, 3 az azért az nem annyira. Ettől függetlenül eltesszük. Jön még? Nukleáris hulladék, életképes vére, mint a... Közelítünk. Tök durva, hogy itt alkalmazkodott a környezet ezekhez a hatásokhoz, mindössze 200 év alatt. Látod itt a térképen? Frankon kijjebb lehet menni, hát itt van valami. Sőt, itt egy csomó minden van. Miért? Nem lehet, hogy a DLC-k adták hozzá. Én nem emlékszem, hogy régen ennyi minden lett volna itt.
Szerencsére ez az X01-es levéri a sugárzásnak egy tekintélyes hányadát, ahol a becsapódás van, az ez. Ez az a kráter. És itt lakik bent a fickó. 16 tonnát streamnek, mennyi a bér? Zortics így szól, elég szép. Szentpéter, ne hívj, nem mehetek a lelkem, a platformot illeti meg. Nagyon szép ez a dal. Ez Griffith testvér. Ezek itt élnek. Veletek mi van? Megszámlálom az eretnekek testét, amelyeket elégetek, és minden egyes mosolycsal atom arcára. De hiszen ezek az atom hívői. Atom ragyogása vezessen utadon, köszi. Senki nem menekül a nagy izé elől, aha. Az a világ meg fogja látni atom dicsőségét, aha. De ki vagy? És ezek így teljesen random itt vannak, és egyáltalán nem zavarja őket, hogy én itt jöttem, ugye? És nem is meglepő számukra, hogy egy X01-es Power Armorban megjelenik valaki. Milyen furcsa helyen élnek. Igen, igen, már látják is atom dicsőségét, azt hiszem, már 200 éve látják. Ott van bent, akit keresünk, és akkor egy ilyen figurát kellett megtalálnunk. De miért? Mit tud nekünk? Milyen információt tud mondani a gyerekünk hollétével kapcsolatban? Atom szent földjére léptél, miért? Mondd, mi a célod? Választódj el a színe előtt. Hogy érted, hogy választódjak el? Szent föld, Atom, mi folyik itt? Atom kezét nyújtotta ez a világ felé, megérintette, elhozta nekünk a ragyogását. Az velünk maradt, emlékeztetve bennünket az ígéretére. Végtelen világok az osztódásban. Egy Virgil nevű illetőt keresek. Ja, ismerjük. Oké, és? Ismeritek? És ennyi? Mit akarsz tőle? Információ kell, öfötmentés. Értem. Az igazság, ez a Virgil okozott némi aggodalmat. Vannak, akik úgy hiszik, hogy a jelenlét és sérti Atomot. Bár néhány alkalommal eljött, hogy kereskedjen velünk, keveset érintkezünk vele. Elég egyértelmű, hogy egyedül akar lenni. A krátertől délnyugatra találod őt, egy barlangban él. A helyetben óvatosan közelíteném meg, úgy gondolom, nem akar látogatókat. Köszönöm. Leszarsz, a kráterben élnek az atomimádók. Ezt az olajos kannát én azért elvinném. Az mindig nagyon értékes. Jaj, na hát elképesztően fantasztikus történetek. A gúlok ellen 5%-kal nagyobb damage. Persze, hogy elviszem. Ezt nagyon is megérte megnéznem ezt a helyet. Nagyon is megérte. Tetszik, ami itt alakul. Viszont nem akarjuk őket bántani. Hadd tiszteljék itt a sugárzást. If you are in need, then it is my place to aid you. Szükségét érzed, segíthetek neked némi költségért cserébe. Miket árulsz? Üzletelés. Van nála lőszer, és amiket felvettünk, aha, ez ilyen full ellátmányos, ennél aztán minden van. Van esetleg legendás fegyvered is? Úramisten, mennyi mindene van. Ezek minden, amit összetudtak szedni? Vasúti szegeket meg kéne venni talán. Trágyaszállítmány. Ragasztóanyag szállítmány. Annyi hülyeségem van. 208 zseton száma. Hüha. Hát itt gondolom olyanokat lenne érdemes megvenni tőle. Több legyen a pénze egy kicsit, hogy okosan tudjunk kereskedni. Mint a mikroszkópok, amiben vannak olyan dolgok, amik jól jönnek nekünk. Kerámia szállítmány. 806-ba kerül egy ilyen. Meg alumínium dolgokat kellene igazság szerint vásárolni, mert az, ami ugye folyamatosan fogy. Nincs olyan ott, hogy alumínium szállítmány. Eskü megvenném. Ezek is jöhetnek mind. Lőszer az mindig jól jön. Minden lőszer. 5 mm-es 2,97. 23 000-et kellene fizetnem, normális?
Hát ez azt a mindenit neki. 3000-ért adja a muníciót. Várjál, adok én neked itt olyat, hogy fancy leds, gvinit főzet, hubvirág, 2 darab. Azt nem adom, a kísérleti növényemet. Na, ezzel még kereskedünk, aztán megyünk lefeküdni, aludni. Remélem, hogy tetszett nektek a mai előrehaladás ebben a játszásban, és nekem nagyon tetszett. Sugár szennyezett vér. Na, azt elszipákolják majd itt remélhetőleg. Álcainas, soha nem szoktuk használni. 1-2-t eladok, azért biztos, ami biztos. Na, tudod, hogy mik azok, amik esetleg jól elmehetnének neki? Azok a random fegyverek, amiket felvettünk, ilyen barom legendás kitalációk. Mérgező rakétavető, látod? 618-at fizet cserébe. Aha, azaz, most már javulnak ott az arányok azonnal. Krioknak kézbesítőt használjuk, nukagránát. Ezeket nagyon szeretik, ezeket a nukagránátokat. Instant atomrobbanás. A kezedből. Tekintélyes szigonyfegyver. Hát ez jó kérdés, hogy ez mennyit ér, mivel... Hát csak nem fogjuk használni. El vagyunk enélkül is. Ki akar egy szigonyfegyverrel menni? Tüzérségi füstgránát, visszarúgás kompenzált haladó harci shotgun, ezt használjuk, ugye? Forradalmi kard. Van esetleg más? Még mindig 2280 a különbség. Soha nem lesz senki képes ezt behozni, ezt a pénzt. És mennyi lehet a kutyámnál? Mindjárt visszaadunk egy csomó mindent, ez hülyeség. Hát, nincs is nálam annyi ízésem. Redway meg Radix-et lehetne neki eladni. Mondjuk Radix-el biztos, hogy narkozzák magukat minden nap, hát elég csak rájuk nézni. Jetnek az értéke 20, akkor 200-at le lehetne húzni róla. Hát, nem. 4-et adunk csak el. Úgyse használjuk mondjuk soha, az is igaz. Tehát, hogyha ebből eladsz annyit, akkor már csak 2000-et kell kifizetni, de hát annyira... Soknak tűnik az nekem. Nektek is? Ti sem fizetnétek neki ilyen sokat? Reteszek napjainkban. Ezt a tudomány. Mondjuk ezek, hogyha legalább el tudják olvasni, biztos nagyon jól jönnek nekik. Kacatok és lőszerek. Felszerelések. Te fizetnél neki? Miért? Taktikai Tesla puska. Használunk ilyen gránátot bármikor is. Plazma gránát mondjuk biztos, hogy jobb lenne, mint a sok repesz szarom. Ez elmehet 160-ért. Ez 825-ért menne a 15 darab plazma gránát. Inkább használok plazma gránátot, mint plazma aknákat, nem? Ja, akkor ezek menjenek kifele. Púzus akna. 41 darabja a púzus gránát. Krioakna, menjen kifele, nem használom. Atomakna, ez nektek való, tessék, egyed. Elfojtott védett Gauss puska, ezt szeretjük. De ez melyik? Ja, ez ezt használjuk egyáltalán? Nukagránátokat nem adok neki. És akkor még az összköltségem 1200 volna. A kutyába mit tettünk be? Nekem sose volt összesen egy kupakom, hát... Ezen most én is csodálkozom. Odaadunk 10 darab gránátot, jó? És akkor ez most már nagyon jutányos. Nem, méltányos. Méltányos hozzájutány. Hát, még narkózzuk őket fel. 745-öt addig tolban, nesze. Kigyógyít minden függőségből. Én úgysem szokok rá semmire. Amúgy sem szoktunk narkózni. Ez a karizmát tolja meg, ez kelleni fog. A buff out, az nem fog kelleni. Erő, max HP az nem szar. A buff jet, az max HP, max AP... 15 másodpercig lassítja az időt, ez egy tök jó narkó. Medix, méreg ellenállásra nagyon király, azt azért nem dobnám el. A mentátok biztos, hogy nem fognak kelleni. Én eladom az összes mood gyümölcsömet. Ja, itt van, ezeket akartam eladni neked. Persze, a rengeteg Nuka Cherry, Nuka Cola, Quantum. Azaz, most már azért haladunk. Critical Damage, nagyon király. Psycho, Overdrive, Psycho Jet, Psycho Buff. Na, és akkor mindjárt ott tartunk már. Elhiszed? Én nem gondoltam volna. Úgyhogy a steampackból adok el neked még. Nesze. Na, és jössz nekem 15-tel. Kész. Várjál, mi lenne, ha adnék neked a steampackból még annyit, hogy visszaad nekem azokat a plazma gránátokat? Ez mennyibe kerülne? 550-be? Úgy is találunk annyi steampackot, nem? Hát annyit meg végtelent lehet találni.
és akkor ennek eladsz így 25 darabot, tessék, és megint eljössz nekem 5-tel. Na, hát én esküszöm, nekem van valami a véremben, ami ilyen tök jó kereskedővé tesz. Nem mondtam semmit, de mindenki érti. Na, elfogadom, mehet. Köszi, szevasztok. Hát tök jó volt veled üzletelni. Azt a... Szóval az atomkráter most már meg is van. És akkor azt mondta, hogy délre lakik. De mi úgy érti, hogy itt délre? De tényleg délet mondott? Vagy most rosszul értettem? Hamarosan kiderül. Itt vagyunk a kutyaszarban. Legközelebb innen fogjuk folytatni a játszást, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ma velem. Én nagyon frankon éreztem magam ebben a játékban is, meg az RDR 2-ben is, de ott nem úgy alakulnak a dolgok egyőre, hogy én szeretném, hogy alakuljanak. Folytatjuk majd a játszást akkor hamarosan innen a Fallout 4 történetével, de le kell lassítanunk itt a játszással, mert jön a Next Gen patch, és biztos vagyok benne, hogy az nagyon látványos és királlyá teszi majd a gémet, úgyhogy én mindenképpen nagyon várom már, hogy láthassuk ezt egy új köntösben is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem töltötte a mai időt. Ha szeretnétek támogatni a csatornánkat, akkor vannak mindenféle lehetőségek a vodok leírásában ehhez, vagy éppen lent a panelek között itt az élők alatt a Twitch-en. Köszönöm szépen nem hajnalnak a Patreon linket, és köszönöm a Patreonos támogatóknak, Szilajkának, Barkatának, Oldmurkronának, Feketereteknek, Szuzinak, Jonzutinak, köszönöm Puki Bubinak és Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Bekkának, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek és Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Dawn-nak, HB2017-nek, Kat81-nek, Deárknak, Deftornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Ször Lófinak, köszönöm Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Ájrengárnak, Esztibornak, Engábornak, Paphercegnek, Haxorznak, Vordamnak és Sesannak, köszönöm Nabu95-nek, Benesannak, Zsé Istvánnak, köszönöm Sarumunnak és a titokzatos 50-nek. Köszönöm YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek és Bucsernek. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy támogatjátok csatornánkat. Tudom, hogy mostanság az elmúlt napokban nem raktam annyi mindent a Patreon támogatók szeme elé a Discordra, de ez majd most változni fog. Készülőben vannak ugyanis a dolgaink szépen lassan a háttérben, és majd meglátok mindent, amikor annak ideje lesz. Na! Jó pihenést, még megnézzünk valami filmet, nem tudom, hogy micsodát. Hogyha Iván meg akarja nézni a Terrifier-t, akkor felmasztel indíthatom. De csak akkor, hogyha akartok filmezni, ha nem, akkor én nem nézem meg. Na, jó ét!